6 óra 8 perc, jó reggelt! Ah, ez nagyon-nagyon-nagyon szép! Ennél szarabbat, hogy lehetett volna kitalálni? Hát ilyen gyerekek, 60 vagyok, basszus, nem hülye! Ez mi? Ez elmegyógyintézet? Hát boldog szülőnap, boldog születésnap, hogy showman! Azért, hadd mondjam el, köszönöm szépen, hogy az én drága barátaim, miközben én néztem a monitort, meg hogy az effektgép, meg minden feltettek ilyen vicces papírcsákót, vagy mi ez? Szülinapi csákó. Ja, szülinapi csákó. Igen. És ugye előszedték ezeket a szilveszteri szörnyetegeket. Szülinapi és neked is van egy. Ez most egy szülinapi buli, most kezdődik. Igen? Igen. Jó. Indul a párt. Ne tedd félre, tedd föl. Nem, teszem föl, ne vicceljetek már. Látszik, hogy a Gyuri a gegmen, de... Azért hadd mondjam el a hallgatóknak, akik néznek bennünket, hogy nem nagyon látnak, mert áramszünet van nálunk. Igen, és agregátorról megyünk. Nem lehet az agregátorra rárakni a tojás főzőt, mert azért reggelizni szeretnénk. Azt nem tudom, Ati, de van még itt bajor virsli is. Ha rárakjuk az agregátorra a tojás főzőt, akkor adás nem lesz. Szóval, hogy... Igen. Lenyeltem egy konfetti. Na, jött a konfetti közben. Köszönöm. Na. Laci kiesett, úgy érzem. Jó. Hát jó, bocs, kurul. Hát na, eljött az éneklés pillanata. Igen, na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, sweet bocsi. Kor? Jaj, köszönöm. Meglepő és megható. Látszik, hogy nem tudta pontos, hogy bocsi vagy bocskor, kit ünneplünk. Úgyhogy... Te voltál bocskor? Bocsi, az jó bajod ki. Happy bocskor, nem? Bocsi. Jó, nekem oké. Az a helyzet, hogy ez a keverőpult, amely egyébként sok megpróbáltatásnak volt már kitéve, de ezzel a papír arany konfettivel, amik belemennek majd a potméter réseibe, ebből lehető végleg kivégezzük, ami nem baj. Volt egy ilyen kérdésem a barátaim felé, hogy a keverőpultnak gondja lesz, ne viccelj, hát ennek ezek vastag papírok. Ez egy spanyol gyártmány. Hát megy tűzön, vizen. Állítom neked, hogy ez nem papír, hanem valamilyen fém lapocska. Még jobb. Akkor rövidesen szikrázás is lesz. Na jó. Bocs, csak le kell fújnom itt mindent. Jó, mi a tervetek, gyerekek? Hát az a helyzet, hogy készültünk neked ajándékokkal. Ám bár. Nincs ám bár, ajándék van. Így van, így van, így van. Jöjjön szerintem az első. Lacika... De Lacika, miért Lacika pöcsére mutogat? Mert ott az ajándék. Köszönöm, de ez mi? Ez egy torta. Ez egy torta. És milyen torta? Dobos torta! Bizony, Roberto készítette. Ó, de szép dizájnban, gyerekek. Laponként sütve, ez gyönyörű. Roberto, te őrült jó vagy. Köszönöm. Na, tényleg gyönyörű. Nem volt rajta a gyertya, a konfetit akarom lefújni. Nincs rajta a gyertyában, nincs áram, úgyhogy ezt nem tudtuk megoldani. Meg ezeket a gyertyákat már ne tegyük ki. Persze. Amúgy is. Pulcán már a második ajándék. Igen. Itt van a Lacikánál. Sorrend is fontos. Ez egy Melissa fürdősotorta. Jaj, de jó! Hát lesz utánpótlás. Lesz egy darabig fürdőszer. A négy reggel megoldva. Na, Melissa fürdősó piros szalaggal, szatén szalaggal átkötve a drága barátaimtól. A tálca az ki? A tálca az itteni. Szerintem az piros. Tetszett a tálca? De neked adjuk. Vágó piros kasztrokalandjaiból származik. Köszönöm. Van súlya. Jó, hagyom magam ünnepelni. És ez az a legjobb, amit most tehetsz. Igen. Még van? És? Igen. Most figyelj. Nem kell mutatni a kamerának. Köszönöm. Minden a csapat. Nem kell mutatni a kamerának, mert... Nincs. Mert nincs. Hát a kamera van, de sötét van. Nem, mert minden látom. Mindenki mindent lát, csak hangulatot. Sejtem. Ez egy Winnetou fejdísz. Igen. Nem fogok felvenni semmit, ne, hogy abban nem érjél. Jó, hogy majd neked tartalom legyen. Nem lesz tartalom. Nem lesz... Ki csomagolta be? Közösen. Lovász László volt szerintem a csomagoló. És német zászló színekben a... Igen. A teje, Ó, egy Winnetou fejdísz, milyen menő. Igen, Winnetou des Bundesrepublik. Boldog születésnapot, Laci,
Ildi, az Anett lesz. Lacikám és Gyufa. Az leszek én, a Gyufa. Ezek ki? Ildi és Gyufa. Nem tudtok írni? Nem. Nem, ez egy használt papírzacskó, az igazság. Igen. Ildi és Gyufa születésnapi bulia. Igazi tollból, ez egy nagyon komoly fejdísz. Igen. Istenem, milyen jól állhat ez. Ez igen. Volt egy gyönyörű lesz. Biztos, hogy nem veszem föl, nem csak bolcot magamból. Nem. Bolcot vine tuké. Esküszöm, hogy nem. Hát gyerekek, az én születésnapon vagy a ti parasságaitok? Nagyon igaza van, Laci, hagyjunk időt, hogy feldolgozz ezt a sok eseményt, most igen. Meg ezt a sok, nem lehet sok kedvességet, amit igen. Most kap. Ez nyilván igen. Na, mehetünk a műsorba? Nem, még nekünk, még van egy ajándékunk. Igen? Egy kutya? Anett a pult alól. Ez egy bor, na végre. Igen. Megérkeztünk. Ez egy óriás bor, akkor, mint Anett. Igen. Igen, ez egy 5 literes palack, és csak neked ebben a kedvenced. Ó, de jó. Na, mindjárt. Ennek tényleg örülök. Nagyon cuki vagy, köszönöm. Jutottuk össze az ajándékokat, hogy együtt is működjön. Tehát a fürdősó, az indián fejdísz és az 5 literes bor. Azt majd én otthon abszolválom. Tehát igen, most 4 reggel és 1 este meg van oldva. Igen, dobostorta, fürdősó, indián fejdísz és 5 liter bor. Köszönöm, drága. Ezt a drága párodnak köszönhetem? Yeah. Igen. Na, ő rendes. Ő miért nem írta alá a kártyát? A Csabi. Miért a Gyufa meg az Ildi? Őket már nem tudtuk leszedni a kártyáról. Ilyeneket végig gondoltatok, hogyha ezt mind az ölembe pakoljátok, én hogy fogok itt bármit csinálni? Dehogy is, tudod, hogy nem gondolkodunk olyan sokat. Inkább arra készültük, hogy abból tartalom lesz. Eleve nem volt az tervezve, de nem tesz most áthozza, és gerincsérvet okoz neked. Ez ilyen spontán jött, de miután... Megrepett? Nem, semmi. Az örömtől mondta, hogy ó. Így örül. Jaj, le fog esni. Megvan jó. A pulcénél. Segítesz neki, Laci, mindenkire? Jó. Oké. Minden ember. Ó, hát ez annyira jó szünep, hogy ó. Mindenki így van. Túl vagyunk a hivatalos részén. Kezdődhet a műsor? Kezdődjék a műsor. Várjál. Belegamolyodott a fejagató. Zim. Ezért az egész reggel fog ma tartani. De igen, azt tudod, hogy ezt egyszer, nem is egyszer, talán milliószor elmondtam, hogy ez a szilveszteri, ez a dudától én idegbajt kapok. Tehát biztos szeretettel... Mi ezt még soha nem hallottam. Ne, jól van akkor, hát akkor... És nincs is szilveszter. Biztos, ugye? Na, nekünk ugye. Mondtad, nem a varoséknak? Ja, na, a konfettitől nem megy a kurzorom. Az aljáról szedd le azt a 4-et. Várjál. Nem, az a baj, hogy ez érintőképernyős, és ráment az összes konfetti. És így... Lehet, hogy nagyobb hibát csináltam, mint az... örömet? Fati írja, hogy konfetti. Jó, gyerekek, hozok be talán egy tollseprűt. Így jó. Köszi, Ati. Működik? Hát nem. Másik nem. Egérrel? Mit? Várjál. Másik Atival. Nézd meg a másik egeret is. Hát, olyan izgatottan néz ilyenkor, mint egy gyerek. Necces, ezen is van, várjál. És ez a monitor. Ennyien mozog, igen. Ezt látom. Hát gyakorlatilag én. De várjál, most meg ki ilyen nagyobb lett az egész. Mindjárt. Jó. Most jó. Gyorsan használjuk hát ki. Akkor. Jó, mennyi van most 6 óra? 17. 17. Jó. Hát az SMS-ek igen erről szólnak. 60 a szülinap, Kata, akkor Unimogben Isten éltessen, Tibi Rampa vezető, Laca Biáról, aztán boldog 60-at Pszichó Debrecen, ott volt a hashtag bocskor felvétel az SMS Dream Team-re. Igen, helyes volt, küldött képet. Igen, boldog szülinapot, öcsi a kamionos, most nem olvasom fel mindeniket külön-külön, mert a tegnap este visszanézve nagyon jó volt a hashtag bocskor, most legalább hallottam egy-két point, amit a nagy nevetéstől a felvételen nem. Ja, és boldog születésnapot 147-es üzeni Jóci a bordíler. Jóciék nagyon helyesek voltak. Csibésék, gumimacik, nehogy az autóban maradjanak. Szeriből adtuk a jó frauval. Haribó csibésék? Ja, helyesek, nagyon aranyosak, köszönöm szépen. Na! Mondjátok, most mi lesz? Hát a következő az lesz, ugye nem tudtam nyomtatni, ezért ma kivételesen... Mert hogy áramszünet van, igen? Ma kivételesen én mondom el, mert készültem egyébként évfordulókkal, tök jó ünnepek vannak ma. Na, mesé, időjárás jelentés, Anettől. Ma még egyébként kell a nagy kabát, de
hétvégére mondják a pólót. Fejből mondod ezt? Most fejből, hát én írtam. Igen, az évfordulók, ne figyelj. De hétvégére mondják a pólót? Igen. De ma kell a nagykabát, hétvégére mondják a pólót. Pontosan, a nagy idősok. Mert hogy a húsvét, tehát hogy a nyuszi, az meghozza a nyarat. 24-26 fok is lesz. Wow. Jövő héten. Okay. Nem, most hétvége. Most, ez péntek, most szombat, hétvég. Vasárnap. Most van. Oké, okay. És igen. Ma mi lesz? Ma egyébként eső, hideg. Heves szél. Így van, egy kicsi szél. Lesz, ahol még jégeső is lehet, és nagyjából 10-12 fok lesz a maximum a mai napra. Egyébként az Irének és az Iriszek ünnepelnek. Boldog névnapot nekik. Igen. És egyébként ma ünnepel a Magyar Kereskedelmi Rádiózás legmeghatározóbb alakja, ami drága főnökünk, Bocskor Gábor. Jaj. Még egyszer. És ezt olvasta? Igen. Átváltott az olvasós hangjában. Igen. Megnéztem, hogy 60 év az egyenlő 720 hónappal, 21.915 nappal és 525.960 órával. Hány nap? Várjál csak, 21.915 nap. Hú. Ennyit letudtál már. Nagy részére emlékszem. Ennyit lehúztál már ebből a fárasztó életből. Nagyon, nagyon durva. És mennyit voltam józan ebből? Azt egy kezen is meg tudod számolni. 1915. De jó szerintem. Ez 1990-ben ezen a napon tartották az első szabad választást Magyarországon. Ez is egy fontos dátum. Hát igen. 98 éves lenne Papp László ökölvívó, háromszoros olimpiai bajnok. Te születésnapodon 77 éves ma Elton John, 59 éves. Bartók Bélát is mondja azért. Sarah Jessica Parker, hát úgy járt, mint Lukács Laci. Kimaradt a Bartók? Jó kis klub. Jó, de Elton John és Sarah Jessica Parker veled ünnepel, hát ez szuper. Meg Papp Laci, hát nem ünnepel, de Papp Laci egy legenda. Klicskó is, egyébként. Melyik? A Vladimir, pontosabban már Volodymyr. Vladimir Klicskónak ma van a szülinapja? 48 éves ma bizony. Én csak azért kérdezem ezt, mert egy jó pár évvel ezelőtt ugye a Bumerangban azzal leptek meg Banitáik, illetve hát Kokó segédletével, hogy teljesen spontán módon azt mondták, hogy most az egyik telefont ad be adásba, és elkezdett valaki énekelni, és az Vitali Klicskó volt. Igen. És énekelt nekem szülinapomra egy happy birthday-t, meg is van talán valahol. És azt nem tudtam, hogy a tesójának szülinapja van szintén. Ezek szerint ugyanazt aznap elénekelt a tesójának is. Igen. Hát, vagy lehet, hogy elvárta volna, hogy te is. Igen, elénekeld neki. 41 éves a mai napon az 1000 forintos bankjegy. Az, ami nálam van. És 1603 éve alapították Velence városát. Pontos dátumok ezek. Nem az ittenit. Nem. Az olaszországit. Igen. Hát most nem tudom, hogy ez milyen néven van elmentve. De meg akartam volna mutatni nektek, de biztos, hogy itt van valahol. Nem találom. Addig nyerjünk időt. Igen. Na mi van még? Csak a végén. Még annyit mondtam el, hogy 1603 éve alapították Velence városát. De az indián fejdísz, ezen töröm a fejem. Ez azért nagyon szépen meg van csinálva. Ez nem lehetett olcsó, hogy a Gyurit hogy beszéltétek rá, hogy beszálljon ebbe? Még nem fizetek. Most ízléstelenkedsz a net az ünnep fényében, de nagyon-nagyon komoly összegeket pakolt. Te voltál, aki még nem fizetett, jut eszembe. Mi a Lacival finanszíroztunk eddig mindent. Tényleg? És aztán bizony. A Csabától hoztál egy bort. Szóval te mit adsz ajándékba? Várjál. Na szép kis buli. Jó, hogy itt vagánykod. Ott van az ajándék. A Csabié, igen. Jaj, na. Szóval igen, visszatérve a fejdíszre, nagyon sokat válogattunk a Lacival, hogy a megfelelőt megtaláljuk. A megfelelő indián boltban? Mind minőségben, mind pedig színösszeállításban a te testhez álló hozzád való. Hát nagyon fejdíszt. Szép, tehát a német indián. Tehát... És ez onnan is érkezett egyébként a kedvenc online rendelős oldaladról, úgyhogy... Komolyan? Ez nemzetközi. Felvettétek velük a kapcsolatot? Mondtam a Gyurinak, keresd ki a honlap alján, ott szokott lennie, hogy kapcsolat, és akkor hívjuk őket. De nem az én laptopon úgy csináltátok, mert az én számlámra jön. Upsika! Pityed a kártyát? Én már nem veszem észre, amikor az Amazon levon valamit. Igen, úgyhogy a világ másik felén egy vidám kisfiú varta neked ezt a gyönyörű fejdíszt. 10 nap alatt. Igen. Herr Lovászta megérkezett a rendelés, és már állt is neki tollazni ezt a gyönyörű fejdíszt. Úgyhogy használd egészséget. De fogom. Hát fogom. Hát hogy ne. Viseld olyan szeretettel, mint ahogy ezt mi adjuk. Na, azt a szeretetet, azt szeretem, igen. Jó. Mehetünk? Tőlünk, igen. Igen. Készen állunk. Na jó, akkor hát nézzük, hogy fogunk
túllépni itt az időt. Először is, itt azért mi a háttérben gondolkoztunk és dolgoztunk azon, ami ugye az én születésnapomhoz köthető, ez a kerek évforduló, mondjuk így, és szeretnénk bejelenteni ezúttal, hogy májusban elindul a Bocskor 6X exkluzív szülinapi turné. Yeah. Rengeteg ajándékot fogadunk, direkt egy kamion béreltünk, hogy abba lehet pakolni. A Bocskor 6X turné, és a turné, hát hogy is mondjam, nem utolsó állomása, mert egy pár nappal ez odébb lesz. Turné koronája mondjuk. Mondjuk azt, hogy a turné koronája, így van. Ez a Bocskor 6X szülinapi óriási esemény lesz május 22-én a Kongresszusi Központban. Yes! És azt találtuk ki, hogy erre szeretnénk nektek jegyet adni, játékokban, a turné során, stb. És ez egy óriási buli lesz, és valahogy úgy, egyébként mindenki rengeteget dolgozott ezen, és hát még rég nem vagyunk a végén, de egy olyan bulit tervezünk a Kongresszusi Központban, ahol olyanok jönnek el, és olyanok lépnek csak fel, akikhez én kötődöm valahogy a karrierem során érzelmileg, barátilag, akiket nagyon szeretek, akik véletlenül engem is szeretnek, és képzeljétek el, hogy hát elképesztő, kik fogadták el a meghívást, és fellépnek, és lesz zene, lesznek, akik csak szóban mondanak egy-két kedveset. Mondom a fellépőket, jó? Jó! Tehát, május 22. Kongresszusi Központ, Bocskor 6X, és hát a zenei oldalról Anna and the Barbies. Wow. Igen, aztán Charlie, a drága Charlie azt mondta, hogy ő jön. Akkor Curtis. Wow. Igen. Gangsta Zoli és Big Daddy Laca. Yeah. Nagyon jó. A Magna Cum Laude. A Republic. Igen. Rúzsa Magdi. Wow. Képzeld el, a Magdi azt mondta, hogy jön. Gyerekek, ilyet, hogy összeáll a kedvemért, pedig nagyon-nagyon ritkán állnak össze, a Scorpio. Frerez Karesszel. És természetesen a tankcsapda. Wow. Tehát egy ilyen buli, gyerekek, ahol ők mind zenélnek élőben, Anna and the Barbies, Charlie, Curtis, Gangsta Zoli, Big Daddy-vel, Magna Cum Laude, Republic, Rúzsa Magdi, a Scorpio és a tankcsapda. Szóval ez őrület lesz, és meghívtunk, még ez a lista nem biztos, hogy teljesen teljes, de akik néhány keresetlen, keletlen, vagy kellemes szót. Baráti, kedves szót. Kedves szót ejtenek majd, hát Risto Vévi nyilvánvalóan. Risto Vévi, Kokó, Anger Zsolt, tehát akik elfogadták, Dombóvári István, akkor Szújó Zoli, Jakub Cseh Gabi, Dobó Kata, Tornócki Anita, ők biztos, hogy ott lesznek velünk. Micsoda este. Igen, remélem hogy jó lesz, és én ott a Gyuriékkal, a Lacival valahol a színpadon folyamatosan lehet látni a reakcióimat. Ritka. És reméljük, jók lesznek. És de én bele is fogok szólni. Tehát ez valamiféle rádiókoncert lesz. Igen. Hát majd a házigazdodja Tilla lesz. Majd na, ezt is, ne felejtsük el, Tilla, igen. Őt is megkérjük, majd hogy tartson hangulatban végig majd téged, úgyhogy. Na. Na, ja, mit csináltam? Itt valamit elrontottam. Press play to start. De nem akarom elindítani. Hát akkor hagyd a fenébe. Örüljünk, hogy egyetlen működik így, hogy nincs áram. Hogy csak kikapcsoltam, igen. Egyébként még annyi, hogy a Hungary Machine-ban és a hangcsapdában már mától lehet páros jegyeket nyerni erre az exkluzív partira. Úgyhogy a maiak lesznek mindenki, az elsők. És 10 után is egészen este 6-ig óránként lehet majd a többi műsorban is itt a retro jegyet nyerni. Igen, és egyébként, ha jól tudom, árusításra is kerülnek jegyek, igen, erre. Igen, de korlátozott számban. Nagyon korlátozott számban. Nem csak azon, tehát így ránézek erre a listára, és azt látom, hogy kik lépnek fel egyszerre egy eseményen, egy durván kétórás eseményen egymás után, tehát hogy ez valami elképesztő, ez a névsor. Én nem is emlékszem. És mindegyiket annyira szeretem, és ilyen vagy olyan régi kapcsolat fűz hozzájuk, hogy komolyan mondom, már csak így ránézek el a listára, és örülök. Hát figyelj, szerintem Magyarországon ilyen esemény még nem volt. Tehát, hogy ez egy ennyire komoly, exkluzív születésnapi, tulajdonképpen egy ilyen tisztelgő esemény, ez azért elképesztő szerintem. Igen, és tudod, megható volt, mert sokukat én hívtam fel,
és fogok is még hívni közülük, és mindenki azt mondta, hogy azonnal. Igen, többnek fültanúja voltam, és hogy ilyen 20 másodperc volt a beszélgetés, és semmiről nem volt szó, csak persze, mikor mondjad, és én mondd a dátumot. Jönnek. Ez egy szerdai nap, ezt azért tettük szerdára, hogy a tényleg lehetőség szerint minden zenész ráérje, majd nagyon sokan ugye hétvégén zenélnek, és akkor neki meg egy csütörtök szabad nap. Ennyi, de akkor május 22, ezt mindenki jegyezze. Május 22 a Budapesti Kongresszusi Központ, bocskor 6X. Igen, ilyen még nem volt, és nem is lesz valószínűleg. Úgyhogy ez egy egyszer és megismételhetetlen buli lesz ezzel a csapattal. És ma már a hangcsapdában és a Hungary Machine-ban. Bizony. Páros belépő. Oké, gyerekek, reggelink nem lesz ezek szerint? Hát csak száraz. Száraz reggelink. Ezt a kutyáidnak mond. Ma csak száraz táp van. Ma csak szárazat kapsz, bocsi, a szülinapodra. Meg egy kis torta. Torta. Igen, meddig működik ez az agregátor, amiről megyünk? Hát még szerintem 8-ig simán, úgyhogy. Jó, gyerekek, két téma, az egyik óriási botrány, az Adidast kirúgta a Német Labdarúgó Szövetség, azaz 2027-től nem az Adidas lesz a fő támogatója, szponzora és a ruháztatója a Német Labdarúgó Szövetségnek, hanem a Nike. Ami valami egészen döbbenetes, azért gondolj bele, németként van egy sikeres válogatottam. Ne viccelj, 70 év óta az Adidas és maradt. 70 év óta az Adidas a német vállalat. Erről beszélünk, hogy ez mekkora dráma Szabó Levente Zsolttal, a Trollfoci alapítójával. A másik témánk pedig, hát ez egy ilyen húsvéti előzetes, mondjuk így. Miről is lesz szó? Hát a hagyományokról, meg ez a locsolkodásos. Igen, hát célegyenesben vagyunk a hétvégén húsvét, úgyhogy most elkezdtünk magunk között is dumálni, mert nem mindenkinél ugyanúgy zajlik a húsvét, ugye erre nincs egy fix koreográfia. És erre mi szeretnénk tanácsot adni, főleg a locsolkodást illetően, ha külföldön vagytok magyarok, hogy csináljátok, hogy ne legyen ebből börtön? Igen, és hát sok hallgató külföldön van, tehát így van, szerintem igen. Figyelni kell. És nekik sincs locsolkodás nélkül húsvét, tehát ezt egyszerűen tolni kell. És ami Vokcink, hát ő, ez egy nagyon érdekes téma egyébként, hogy a nők miért keresik annyira a rossz fiúkat? Vagy a rossz fiúkat keresik inkább, vagy a jó fiúkat? Sokat törte a fejét, hogy milyen témát válaszol a szülinapodra, és erre jutott. Köszi. És vagy ha rossz fiúkat keresik, miért akarnak jó fiút csinálni belőlük? Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon, van egy kutatás egyébként, az igazi rossz fiúk a nők szemében, erről beszélünk majd, és én nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, mint nő. Sajnos igen, tényleg a rossz fiúkat keresik. Hát, de utána meg a Gergő tök jó fiú volt. Igen. És meg a Csabi is jó fiú, de hogy ugyan nők többsége tényleg az izgalomra vágyik, és igen. Akkor legyen egy rossz fiú. És akkor legyen egy rossz fiú. Majd a maga ezt elmondja, jöhetnek a pénteki nap legjobb pillanatai. Ma mi nyűgöz le, Laci? Na, a helyzet az, egyrészt 7 óra lesz 9 perc múlva, másrészt nem tudom kezelni az SMS-eket, mert annyi jön, de nagyon köszönöm mindenkinek, komolyan nagyon-nagyon cukik vagytok, nagyon édesek vagytok. Aki most kapcsolta volna be, áramszünet van. Úgy tűnik, hogy nem csak nálunk, mert mintha a Hegyalja úton a közlekedési lámpák sem működnének. Igen, valami nagyobb gond van itt, mint a mi stúdiónknál. Így van. Mi egy ilyen agregátorról megyünk. Így hívják ezt? Ez ami pörög és áramot ad? Az. Azért is van sötét, hogyha valaki a Facebook közvetítés nézi, mert csak ilyen szükséglámpák égnek. Így van. Úgy néz ki, hogy Lacikának 9 körül kell a benzinkútra lemenni, hogy tudjuk tankolni a generátort. Igen, de tényleg nagyon szükségesek vannak, tehát nincs nyom. Nyomtatónk, nincs kávégépünk, nagyjából nincs hűtőnk, semmi nincs, csak ez a három lámpa meg a stúdiókért. Ja, a telefon működik egyébként? Vagy azt nem tudjuk még? Tudom, hogy nem 2:20-tól megy, de ugye nekünk egy ilyen különleges... Látom, hogy működik. Látod, hogy működik. Jó. Oké. Na, Laci, hát akkor viszont te jössz. Én jövök. Azt tudtátok, hogy Tom Cruise el van tiltva attól, hogy Bugattit vásároljon? Én tudtam, igen. Ja, te tudtad? Mert ez most olvastam ezt, hogy a Mission Impossible 3-nak volt a vörös szőnyeges bemutatója, nagy esemény, és Tom Cruise megérkezett a Bugattival, és megpróbált kiszállni. De ez nagyon nehezen sikerült neki. Tehát ott kilódott az ajtóval, megpróbál, amennyire tudom, az egy ilyen elég alacsony autó, tehát abból megpróbált kikászálódni, és hát az ilyen... Amennyire én tudom, az egy alacsony. Nem ez zíl. Amelyikben te ültél, az alacsony volt, ugye? Nem ültem ilyenben, de láttam a fotón egyébként itt a cikkben is, és hogy hát, hogy ez annyira végtelenül kínos, hogy hát a Bugatti azért lássuk be olyan autót csinál, amiben azért nehéz kiszállni. Tehát ez egy abszolút emberi dolog, nem egy ilyen ergonomikus kialakítás. Tehát én valahol értem a Tom Cruise-t, ezért eltiltani attól, hogy ő most ne vehessen ilyen autót, amikor megveszi, nem tudom, 2 milliárd forintért. Rossz színben tüntette fel az autót. A gyártó tiltotta, de engem is feláborít. Tehát, hogy tényleg, hát ha nem tudok kiszállni a Bugattiból,
oké, bocs, elnézést, nincs rutinom benne, egyikünknek sem lenne. Tényleg alacsony, tényleg biztos bonyolult ez a nem tudom. És azért, mert ő bénáskodott nyilvánosan azzal, hogy ő nem tudott éppen nagyon gyorsan, flottul, sportosan kiszállni abból az autóból, maga a gyártó eltiltja, hogy Tom Cruise nem vehet több Bugattit? Uram, nem a Bugatti hibája, hogy a Tom Cruise szerencsétlen. Tehát, hogy nem, nem a Tom Cruise, nem, nem Tom Cruise hibája, hogy a Bugatti nem úgy nyitja ki az ajtót, mint a Zsiguli. De igen, de erre mondjuk felkészülhetett volna. De hogy? Hát úgy, hogy már előtte kinyitja. Hogy gyakorol otthon? Nem először kellett volna az autó, otthon beül az autóba, és akkor még nem, basszus, ebből ki is kell szállni. Otthon gyakorolni kellett volna ott a garázs felhajtón, vagy valami, gondolod, mert Katie Holmes, nem tudom, Katie Holmes volt akkor. Nézi, és hogy ezért, jó, most már jó Tom, elmehetünk a bemutatóra. Ennyi. És én, akkor én nem tudom, én most Tom oldalán vagyok, bár én nem szimpatizálok vele nagyon. Igen. De igen, ez durva. Varga Viktor, ha már múltkor beszéltünk Dolliról, aki ugye... Meg azért, bocs, de egy Bugatti az 1 millió eurónál kezdődik. Tehát elnézést, tehát azt kifizette a csávó, és a következőt nem veheti meg 2 millióért. Nem, nem kell a pénz. Nem, mert bebizonyította a világ előtt, hogy alkalmatlan alatt használja ezt az autót. Tom, te nem vagy egy Bugatti Cristiano Ronaldo. Ő ki tud pattani, nem? Tényleg abban nincs a Bugatti, vagy egy olyan, mindig szokott ez a majrévas, vagy nem tudom mi lenni ott az ajtó fölött, mert azzal könnyebb kiszállni. Laci, életemben nem ültem Bugattiban. Fogalmam, de még nem is láttam közelről. Az érdekes, mert én mindent tőle tudok a Bugattiról. Na jó, oké. Okay. Varga Viktor, ismerjük Varga Viktor, egy ilyen bohókás figura, megvan az énekesről beszélünk, volt itt nálunk vendég a stúdióban, és ugye volt ez a Dunai Árvíz, elmosta a jurtáját, de most már, hogy helyre kerültek a dolgok, újra otthon lehet, és hát azt az életformát választja, hogy ő a kertjében is, hát úgy, ahogy a Jóisten teremtette, úgy közlekedik. Persze. Hát nyilván, persze. Persze. Ez ennyire saját persze. Kertjében, saját erkélyén. Hát, na ez volt nekem a nagy dilemmám, mert én amikor mit tenni, csak egy köntösben vagyok otthon, és a kukákat ki kell vinni, mert hétfő este van, akkor gondolkodom rajta, hogy ez szabad-e egyáltalán, hogy a kapunk kívülre egy, de mert ugye a saját kertembe kimegyek. Szabad-e? Egyáltalán. Miért hát lehet? Azért, mert vannak az embernek szomszédai, hát az nem... Tehát kell, a te kertedben azt csinálsz így, amit akarsz, tehát ne kukkoljon téged senki. Tudod? De megcsinálják akkor is. Na mindegy, nem. De most téged az zavar, hogy kukkolnak, vagy az zavar, hogy te közfelháborodást, vagy személyre sértés, vagy hogy hívják ezt, keltesz? Én nagyon bírnám, ha ezt lehetne csinálni. Egyébként csináld, csak Laci. Azt gondolom, én szoktam a kertemben ezt mászkálni. Nálam, hát ismeritek a kertemet, viszonylag jól be van növényesítve. Tehát át lehet látni, ha nagyon akarsz, de amúgy nem. Tehát, hogy most így átpillantasz, nem feltétlenül átszállt. Tehát én néha szoktam, beugrok mesztelen a medencébe, kijövök, megtörülközöm, tehát ebben nem csak olyan nagy probléma. Nincs is ebben szerintem semmi probléma. Hát én is, miért? Én otthon is a lakásomban. Hát neked van egy sztori, de azt nem mondhatjuk el. Azt nem. Azt nem. Azt nem nyilván. De nem igen, is mondom tehát, el. Igen, tehát hogy én abszolút nem riadok vissza attól, hogy... Bár... Hogy a testedet odaad a közegnek. Eddig odáig tartodok, otthon a lakásodban ezt mondtad. Még hová jársz még mesztelenül? Hát kimegy száraz tápér. Ja. Leszaladsz az angyalföldi zéspárban? Lányos, bocs, most melyik helyszínről beszélünk? A Csabináról, vagy a... Tehát igazából annyit elmondhatom, vagy az angyalföldi hely. Nem, mind a két helyen tudok egyébként mesztelenkedni, hogyha arról van szó. Igény szerint. De erre van gombot, Laci, az Anett a saját lakásában is mesztelenkedik. Erre wow. Mit lépsz? Hát ezt a szabadságfokot én nem tudom, hogy valaha életemben el fogom elérni. Hát te lehet, köntösben nem viszel ki kukát. Hát, igen, ez a szemérmesség. Hát, attól, de mi van a Varga Viktor amúgy? Vagy, hát ő most ezt posztolta is, hogy neztek futóseg. Ezzel a szöveggel ő ki is rakta. Tök oké. Okay. Teljesen oké. Okay. Jó, oké, okay, rendben. És Millie Bobby Brown pedig bevallotta, hogy ő nem szeret filmeket nézni. Nem bírja ezt. Ő nem tud mit csinálni addig, hogy megy a film, és akkor ott ül, akkor unatkozik közben, akkor ennie kell. Az és azt nem gondolta végig, hogy másokat ő erre késztet? Azt mondja, hogy saját magát egyáltalán nem jó, azért van olyan, hogy, de inkább ilyen háttértelevíziózás megy náluk, mert hogy a párja meg ugye nagy filmrajongó, és ő egész nap képes filmeket nézni, de ő nem. Ő inkább akkor süt, meg a nem tudom, a kutyákkal van, meg el van, de hogy ő film... De mit csinál amúgy? Tehát az egy olyan jó társasági, már bocs, hogy ezt mondom, vagy a családi élmény, hogy közösen kikerestek valamit, leültök és megnézitek, dumáltok róla közben, izé. Tehát, hogy ez mit csinál? Jake Bon Jovi, azt hiszem a... Igen. Jake nézi a sorozatát, uh-huh. Vagy egy filmet, és Millie Bobby mit csinál? Kint a konyhában süt.
Nem lehet annyit sütni. Én nem meg tudom, a kutyákkal lehet, hogy... játszik. Én azt olvastam egyébként, hogy, hogy így elfoglalja magát. De ez egy indirekt presszió a csávóra. Igen. Érted? Ő ott ül a kanapén, és már lelkiismert fordulása valahogy már érzi a kakaószagot, meg a kutyaugatást érzi, meg mit tudom én mindent érez, mert Millie Bobby Brown ott hátul feltűnően hangoskodik. Igen, így nem lehet nyugodtan filmet nézni, hogy a párod közben melózik. Igen, érted? Igen, hát ezt akarom mondani. Direkt csapkodod a tepsit, hogy ne halljam, amit mond a szereplő. Igen. Hát megpróbálhatná, hogy olyan filmet néz, ami le is köti. Lehet, hogy... De nem volt még ilyen. Azt mondta, semmit nem tud megnézni. Én nem tudom, náluk is ez megy egyébként, hogy ez a feleségem kibe járkál mindig a konyhába, és akkor tudod mindig ez, hogy meg kell állítani a Netflixet, akkor már visszamenjünk egy kicsit. Tehát, hogy ilyen szakaszosan... De ő legalább kíváncsi arra, amit néztek. Már ebben se vagyok biztos. Minek vége van egyszer. Legyen ez a mai nap tanulsága. Köszönöm, Gábor. Köszönjük szépen. Laci, jövünk vissza nem sokára. Németországban nem azt mondom, hogy az év botránya, de a napok botránya az biztos az, hogy az Adidas sportszergyártó már nem lesz 2027-től a Német Labdarúgó Szövetség ruháztatója, szponzora, stb., hanem a Nike-ra vált. Ez azért is botrányos, mert 1954 óta az Adidas a német válogatottnak a támogatója. Támogatója, igen, ez a legjobb szó, köszönöm. És azóta ez töretlen, azóta vagy elképzelhetetlen az, hogy ne a három csík legyen rajtuk, olyannyira, hogy Németországban már az alkancellár is beleszólt volna ebbe, ha érvényes lenne a szava, és egy identitás krízisről beszélnek. Hát gondolj bele, milyen arcú csapás ez, hogy mi, nekünk, németeknek van egy futballválogatottunk, van egy olyan vállalatunk, amit a világ minden szegletében ismernek, és történetesen sportszerekkel foglalkozik. És nem ők, hanem az amerikaiak. Azt mondják, hogy a német identitáshoz az Adidas épp úgy hozzá tartozik, mint a sör. Tehát, hogy ilyen cikkek jelennek meg, óriási a botrány, kulturális földcsuszamlásról beszélek, tényleg így van, és hogy ez most mennyire van így valóban. Ezért azt értem, hogy tényleg egy kétszer annyi szponzorációs díj megéri azt, hogy egy ilyen hagyományt felrúgjál. A német válogatott az összenőtt az Adidasszal, és meg annyi más szempontot szeretnék megvilágítani, és ezért hívjuk nem sokára Szabó Levente Zsoltot, a Troll Foci alapítóját. 7 óra 12 perc, jó reggelt mindenkinek! Szilveszternek tűnhet, de ez az én születésnapom, ez az én szülinapom. Boldog születésnapot! Köszönöm, Laci, hello, Gyuri! Jó reggelt! Szia, Anett, jó reggelt! Rengeteg SMS, ez olyan helyes, gyerekek, azt mondja, hogy kedves bocsi, idén már 17 éve, hogy hallgatlak, azóta vagy számomra példakép, miattad akartam rádiózni is, amerről később letettem, mert rájöttem, nem tudok olyan színvonalat hozni, mint amit te. Sokszor inspiráló vagy, már-már majmollak is, de ez engem nem érdekel, olyan vagy számomra, mint egy pótapa. Tudom, hogy sok minden a műsorokban elhangzik tőled egy szerep, de nagyjából ezekben a szerepekben kiszűrhető az igazi bocsi is. És még folytatja hosszan is ezt Ati küldte, van egy másik, drága Bocskor Gábor, kislánykorom óta imádlak, te vagy nekem az elérhetetlen pasi, Isten éltessen születésnapod alkalmából, puszi, Ildi. De helyes. Igen, rádiózás királynak boldog szülinapot, Éva Pozsonyból, aztán M3-as Budapest felé 39-es kilométer bagi felhajtó után baleset történt. Több kilométeres a kocsi torlódás, mert hogy egy korábbi baleset miatt van ugye ez a fennakadás, és bár a sávlezárás megszűnt már, de azért még mindig lassulásra készüljenek az arra közlekedők. Van még egy baleset, 4-es út 125-ös kilométernél Fegyvernek és Kenderes között, három személygépkocsi, és bocsi, életem első tipmixén 140.900 forintot nyertem a születésnapodon. Jó, ezek jöttek, és képzeljétek el, a Bocskor rajongói csoportból Fati meglepetésszerűen megérkezett, és hozott valamit, azt mondja, hogy ezt most könnyű lesz kicsomagolni. Na. Ide elhelyezte a stúdióban a hátam mögé, csak le kell rántanom róla a papírt. Hűha. CD. Úgy szép nagy CD. Nagyon nagy CD. Igen. Wow! Na! Ezt nézzétek meg! Egy Lego Bocskor logó. Lego Bocskor logó, úgy de jól néz ki, gyerekek! Azt a mindenit! Ezt nézd meg, Legóból egy óriási, bekeretezve, kirakva. Wow! De jó, Lacika, ezt nem kell minden reggel bekapcsolnom. De... Nagyon drágák vagytok, hát többet költöttetek, mint a Gyuri. Nagyon kérlek. Hosszú még ez a nap. Ez gyönyörű, köszönöm szépen. Jaj, de cukik vagytok. Hol lehet ezt szetben kapni? Ezt nem tudom. Ezt nem lehet. Wow! Nagyon menő. Lego!
Hát azon pár márkák egyike, amelyeken nem szabad változtatni, amelyek, mint az Adidas egyébként, ugye, téma is lesz, meg a, ugye, a Manner és a Haribo. Így van, és milyen jó, hogy nem Nutellából csinálták. Tökélet, meg a Nutella. Igen. Nagyon köszönöm, nagyon drágák vagytok. Hát ez valami díszhelyet kellene találni. Menő. Na, gyerekek, most viszont foglalkozunk ezzel a témával, mert ez pénteken robbant ez a hír bombaként, hogy a Német Labdarúgó Szövetség több mint 70 év után szakít az Adidasszal, mint hivatalos partnerrel. Nekem, mintha a szívemet tépnék ki. Egyébként egész Németországot lesokkolta. Még az alkancellár is, Robert Habeck megszólalt, azt mondja, a válogatott és az Adidas mindig összetartozott része a német identitásnak. Jó lett volna, ha a döntésnél nagyobb szerepet játszik a patriotizmus. Hát igen, mert ez a kettő el most egymással szemben, a patriotizmus és a pénz. És a pénz, mert az Adidas eddig ugye évi 50 millió eurót fizetett a Német Labdarúgó Szövetségnek, a Nike, aki ugye átveszi a helyüket, 2027-től ezt megduplázza, és 100 millió eurót költ majd el. És a szövetség azt mondta, neki kell ez a pénz, majd az utánpótlás, meg a női foci, meg ilyenekre fogják költeni. Aha, szerintem ezzel akarták az élét elvenni, mert szerintem ez kizárt, hogy ők nem tudták, hogy ebből botrány lesz. Igen. Egyébként ez a döntés az Adidas is meglepte, csak teszem hozzá, hogy voltak ilyen utolsó tárgyalások, de ők nekik is ilyen derültékből a villámcsapás szerűen érkezett. A német sajtó egyébként mindenhol foglalkozik ezzel. Most jött meg az áram. Mert azt mondják, hogy ez azért jóval több volt, mint szponzoráció vagy marketing. Valaki egyébként úgy fogalmazott, hogy Németországhoz az Adidas ugyanúgy hozzá tartozik, mint a sör. És azért a sztorihoz annyit hadd mondjak, hogy Adolf Dassler, ugye az alapító, maga ott ült 1954-ben Bernben, amikor ugye a német válogatott döntőt nyert a magyar válogatott Puskásék ellen. És Adi Dassler ott ült a kispadon, és ő ilyen szertáros, ilyen ruhahord izé volt meg minden. Egyébként ő találta fel a stoplis cipőt. Uh-huh. És csak azért mondom, hogy ez nagyon-nagyon nagy súlyú. És a lényeg az, hogy itt most miután összefonódott 70 év alatt ugye a német válogatott és az Adidas története, a németek egy kulturális földcsúszamlásról beszélnek. Szóval ez nagyon kemény. Na. Igen, hát te közülünk, ugye te vagy, akit ez mellben vágod. Mit érzel? Meg a Dombi Tibit. Tibit is. Beszéltetek? Mit éreztek? Mi gyászolunk. De nem, mert mi nyilvánvalóan továbbra is a három csíkot preferáljuk, de ez egy érzés, ez nem, azt sem nézem, hogy jó-e a cipő, vagy nem, vagy hogy a minőségben milyen, tökre nem érdekel, ez egy identitás. De tudsz te még ezek után német válogatott meccset nézni? 27-től nem nézek már. Szerintem a Neuer addigra úgyis kiöregszik, annál már nem érdekel. A mi fiaink Adidasban vannak, csak mondom. Én tudom, de hogy ez most mekkora dráma, vagy ez egy hülyeség, amit mi gondolunk és érzünk, ezt beszéljük meg. Valakivel, akinek egyébként élete a foci, ő a Troll foci alapítója, Szabó Levente Zsolt, és itt van velünk. Szia Zsolt, jó reggelt! Sziasztok! Vagy Levente, melyiket van. Szereted? A Leventét használom inkább. Levente. Na, szóval, nektek így foci szakértők berkeiben volt erre bármiféle reakció, vagy ezt így totálisan leszarjátok, és csak én vagyok ideges? Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a foci szakértőkhez, nagyon távol állunk ettől mi. Első körben reakciók voltak, tehát számomra meglepő, mert ugye a magyar emberek ennyire felháborodtak azon, hogy a német válogatott lecseréli az Adidas márkát. Ja, a magyarok is felháborodtak már? Ezt nem tudtam. Persze, hát különböző fórumokon, hogy mi is foglalkoztunk ezzel a hírrel, kiraktuk, és több mint 200-300 komment jött így a témában. És ugye, tehát, mint egy magyar embernek nem lenne teljesen mindegy, hogy a német válogatottat mivel fogjuk majd agyonverni. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy Pumában verjük őket, meg Adidasban, tehát totálisan mindegy. Én azt mondom, hogy 2024-ben vagyunk egy kapitalista világban. Nem, ez nem egy jó dolog szerintem se, hogy tényleg, hogy 70 év után lecserélte az Adidas a Német Szövetség, de hát folyamatosan megújulnak a sportszergyártók is, lehet, hogy nyilván itt a pénz dominált. Ugye? De nem, így van, azt akarom mondani, hogy nem a minőségről szól, hogy most a Nike cipőket var, vagy trikókat, mint az Adidas, meg légáteresztő, hanem és a Német Labdarúgó Szövetségnek, ezt nem tudom, te benfentesebb vagy nálam, kell az a plusz 50 millió euró most komolyan? Én biztos vagyok benne, hogy ez az 50 millió eurót, ez teljesen más cégeken keresztül be tudták volna hozni. Szerintem ez egy jó kis élmény, kamu Dubának érzem én. Mert itt tényleg csak az számított, szerintem ez a plusz 50 millió euró, amivel ők majd valamit kezdeni fognak. De emiatt nem hiszem, hogy jó ötlet fog feladni ezt a több mint 70 éves együtt. Abszolút. Levente, bocs, hogy megkérdezem, mi van rajtad most?
Egy Adidas papucs. Na, igen, abszolút. Hát nem Nike papucsban beszél egy szakember. Ah, Istenem. Figyú, egyébként, de az Adidasról azért beszéljünk annyit, hogy a világ sportjáért azért rengeteg mindent tett. Tehát itt most újítás, image, és ne felejtsük el, a sport szponzorálhatósága. Az az Adidas ötlete volt, nem? Igen. Mert azt se felejtsük el, hogy ők eleinte, például ugye a 36-os olimpián is rengeteg újítást hoztak be, ugye ezt a Jesse Owens-t keresték meg, adtak neki pár cipőt, és a srác rögtön 4 aranyat nyert az olimpián, és amire te is beszéltél a felvezetőbe, hogy itt az 54-es Berni csoda, ugye németek Berni csodának hívják ezt, mert minket egy csodával vertek meg a magyarokat, hiszen mi akkor sokkal esélyesebbek voltunk, és ugye itt Adi Dassler olyan cipőket talált ki a németeknek, akik nem csúszkáltak azon a nedves sáros talajon, és ugye így sikerült minket elverniük. Szóval az Adidas igen, tehát rengeteg újítást hozott így a sportvilágába, amivel sportolók sokkal eredményesebbek tudnak lenni. Egyébként te osztod a németek véleményét, hogy ez egy kulturális földcsúszamlás? Tudom, hogy most egy picit a német, nem tudom, identitásban megyünk bele, vagy történelembe, de hogy ott ez tényleg egy ekkora dráma, hogy még egy politikus is megszólal? Hát nyilván ugye hát azért 70 évig van egy ilyen szponzorod, ami ízig-vérig ugye német, és akkor a pénz miatt kvázi lecseréled egy amerikai... Amerikai, köze nincs a focihoz. Igen. Basszus. Hát igen. Szóval. Ugye most egyre jobban teret nyert Németországban is az amerikai foci, tehát hogy nem tudom, ki tudja, lehet, hogy abban meg sokkal jobbak lesznek. Egyébként tényleg a németek most nagyon belekapaszkodtak az amerikai fociba, azt mondom, a német RTL iszonyatosan tolja őket. Igen. Levente, és az szerinted elképzelhető Németországban, hogy egy olyan társadalmi nyomás alakul ki, vagy annyira porondon lesz még ez a téma, hogy esetleg mondjuk a német válogatott mondjuk úgy meghátrál az ügyben, és azt mondja, hogy nem, ezt nem tehetjük meg, és vissza az Adidashoz? Én most azt mondom, hogy ilyen szerintem nem lesz, hogy ez 2027-ben fog ugye ez megvalósulni, addig azért még egy-két változás szerint biztos, hogy lesz, viszont majd visszavonom az előző állításomat, mert nem lesz változás, tehát addig el fog tenni egy csomó időben, kicsit bele fognak feledkezni, és hogy meg fogják látni, nem tudom, hogy ahogy te is mondtad, az Adidas, hogy a Nike kb. Egy kaptafára csinálja ezeket a sportszereket, tehát minőségben az is jó lesz. Szerintem itt nem fognak a kardukba dőlni a németek. Én nem tudom, hogy emlékszel-e arra, én egyszer láttam egy ilyen hosszú dokumentumfilmet az Adidasról, mint olyan, tehát a testvérpárról, ugye Adolf Dassler és Rudolf Dassler, és ez egy testvéri viszályból, az Adidasból aztán Rudolf Dassler megcsinálta a Pumát. És hogy ők egymással versengtek, és ugye ők találták ki azt, amit te is mondtál, hogy egy futónak vagy egy futballistának a lábára adtak egy cipőt, és volt ez az ominózus Pelé ügy, erre te emlékszel? A Pelégyre arra nem emlékszem. Az volt, hogy ugye az Adidas kitalálta, amit te is mondtál, hogy a 36-os olimpia, aztán az 54-es futball VB, és hogy sportolóknak ad célzottan cipőt, vagy ruházatot, és akkor Rudolf Dassler megkereste Pelét. És várjál, mondom neked, ez egy 1970-es foci VB negyed döntőjében Pelének le kellett hajolnia így a kezdés előtt és bekötni a cipőfűzőjét a Puma cipőjében. És ezért 120 ezer dollárt fizettek Pelének akkor, 1970-ben. Ugye 1974-ben volt egy Európa bajnokság, ahol a Johan Cruyffot támogatta ugye a Puma, ő is ugye legendás holland focista, ugye. Én emlékszem. Igen, és ugye azóta Bibi, hogy a holland válogatottat meg az Adidas támogatta, és így Johan Cruyff ugye nem szeretett volna Adidas pályára lépni, ezért hogy megnézitek a 74-es képeket. A 74-es VB döntő a németek ellen. Johan Cruyffon két csíkos Adidas mezor, és nem három. Tehát, hogy így a problémát. Tényleg, basszus! Johan Cruyff két csíkos, ugye a narancssárga mez, két csíkos Adidas mezben, de Puma cipő volt a lábán. Igen. Így sikerült megoldani ezt a problémát, hogy két csíkos. Te ilyen egyébként van, hogy a mai futballban, a profi futballban van olyan, hogy egy játékosnak mondjuk van szerződése egy sportszermárkával, aztán elszerződik egy csapathoz, amelynek pont az ellentétje, ellenkezője, vagy a Puma, vagy a Nike, vagy valami a szponzora, és akkor, tehát ebből tud-e viszály lenni?
Hát szerintem a mai világban ezeket minden bizonnyal valahogy megoldják, hiszen tehát, hogy tényleg hogy szinte mindenkinek más a szponzora, vagy akár ugye itt egy, van egy klubcsapat, elmegy a játékos a válogatottjában, lehet, hogy pont a nem tudom, a klubban, a Pumában játszik, a klubcsapatában, meg a, vagy a, bocsánat, a válogatottban, meg az igazban. Igen, 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 pontosan. Tehát, hogy szerintem ezeket most már megoldják ki különböző szerződésekből, és szerintem ezekben nincsen gond, 2024-ben. A magyar válogatott mindig adidasos volt? Na, ez egy jó kérdés. Én úgy emlékszem, hogy volt még a Umbróban is. Miben? Umbróban? Umbróban? Tényleg? De erre most nem fogok megesküdni, de annyira, tehát abban biztos vagyok, hogyha mi le is cserélnénk az igazt, én azért annyira nem lennék szomorú. Én azt képviselem, hogy sokkal jobb lenne úgy kiadni egy magyar sportszergyártó márkának ezt. Ugye sokkal jobban tudnak azonosulni. Ugye itt az Adidas megcsinálja egy kaptafára ezeket a mezeket, hogy látjuk, hogy tényleg a francia, a német, vagy éppen a magyar mez is, tehát hogy annyira úgy nem szépek, legalábbis számomra. És a magyar sportszergyártó szerintem jobban tudna idomulni az egészhez. Hát igen, de a kérdés az, hogy mennyi pénzt tol bele, tehát hogyha megint abból indulok, hogy a német válogatott most 100 millió eurót kap, évente teszem hozzá, te nem csak így, hanem évente 100 millió eurót kap a Nike-tól az Adidas 50 milliójával szemben, akkor valószínűleg a mi válogatottunknak sem mindegy az, hogy éppen honnan érkezik nem csak a trikó, hanem a szponzor lóvé. Pontosan, de ha belegondoltok, hogy ott van az olaszok például, hogy mondjuk egy Versace is mekkora tudna dobni ugye az egészen, mert ugye például a Nápoly csapatát ők támogatják, és nagyon szép dresszeket készítenek. Ez nem a Nápoly Versace-ban játszik? Igen, ez menő, nem? Hát nagyon. Azt már hallottam, hogy a milánói rendőrök Armani egyenruhában vannak, tényleg, igen, de az, hogy a Nápoly Versace-ban játszik, azt nem tudtam. Igen, pontosan, és akkor pont az, hogy akár ugye a spanyoloknál lehetne egy Joma, vagy a franciáknál lehet egy Le Coq, ugye a szponzor. Ne, vagy Zara, a spanyolok nem. Houndem a németeknek. Houndem a németeknek, de a svéd, nem? A Houndem a svéd, én úgy tudom. Nem fogalmas, mi csak mondtam valami. Na mindegy, az. Na jó, hát figyelj, ez baromi izgalmas az a téma. Én síratom, te Adidas papucsban vagy, én is át fogjuk venni nem sokára mi is. Levente, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszi, ilyen korán dumáltál velünk. Köszönöm szépen, ciao, szia, Szabó Levente Zsolt, a Troll Foci alapítója. Uh-huh. Hát igen, a pénz. Tényleg az lesz szerintem, hogy 2027-ig már nem is fognak rá emlékezni. De azért németek erre érzékenyek. Kicsit egyébként ez úgy hangzik, mintha az Adidas meg se kérdezték volna, meg se adták volna a lehetőséget, hogy mondjuk ezt a 100 milliót is beajánlja. Valamelyest meglepődtek ezen, de állítok, voltak még szerdán tárgyalások az Adidasszal. De szerintem az Adidas lehet, hogy a hír halván elutazott a Német Labdarúgó Szövetséghez, az valamelyik képviselőjük, és megkérdezte, mi ez. Uh-huh. És akkor azt mondta a csávó, hogy mi van. És, mint ahogy ezek szoktak tárgyalni. Hát 100 millió, és nem tudom, hogy mi van még emögött, de hát haló, tehát nem apró pénzzel kínált fölé nem a Nike, hanem a dupláját. Nagyon durva. Hát figyelj, azért igen, tehát itt mázi az ember azt mondja, hogy jó, lemondok a márkámról, amihez úgy ragaszkodom. 50 millióért, nem? De azért megvannak most, oké, most a fociról beszélünk, de azért neked is megvannak azok a márkák, amiben nem vagy hajlandó váltani. Nem. Például a mogyorókrémem az leválthatatlan. De ígérhetne a dupláját, bármelyik mogyorókrém, semmi nem lenne. De semmi, az égvilágon. Nyilván az automárka, amelyet szeretek, bár teszek hozzá, és tényleg, nem tudom, 20 éve, nem tudom, csak azt a márkát, de ma már ugye nincsenek olyan nagy különbségek minőségben, tehát inkább ez egy image kérdés. Ne, autóban én is ugrálok, de mondjuk én nem ugrálok autóban, még egyelőre nem. Hát majd amelyik jobbat kínál. Nem, csak kíváncsi vagyok, hogyha most mit tudom, bejelentkezne nálam a Jaguar, akkor gyengülnék-e. Szerintem igen. Hát azért könnyen lehet. Igen. Lássuk be. Azért otthonra kérnél egyet, hogy ne lássák, hogy nem mercivel vagy. És akkor bőgetnéd. Van, nektek is van ilyen márkátok, amihez ragaszkodtok? Én például háztartási gépben most rátaláltam egyre, amit nagyon szeretek, és most abban csak azt vagyok hajlandó. Komolyan mondod? Nem fogok változtatni, most már biztos. Kérdezzük meg a hallgatókat szerintem, hogy írjátok meg nekünk, melyik az a márka, amitől semmi pénzért nem válnál meg soha, mert érzelmileg annyira ragaszkodsz, és lehet, hogy van már olcsóbb annál. Lehet, hogy van talán még jobb is annál. Most lehet ételruha, szerszám, autó, telefon, műszaki cikk,
bármi. Uh-huh. Mondd el a ragaszkodásod történetét, hogy miért ragaszkodsz. Ahhoz ez lehet egy érzelmi történet is, ez lehet bármi más, de tényleg érdekel. Tehát melyik márkához ragaszkodsz, úgyhogy semmiért nem cserélnéd le, uh-huh. és miért? 0-20-22-22-122. Ez a bocskor! 3-1-8 lesz 7 perc múlva, a drága barátaim. A születésnapomon mindenki ilyen szülinapi, ez nem csákó, hogy hívják, ez kalapka. Kalapka, igen. Kalapkával, igen. Neked is van egyébként. Igen, hogy de gondoltam, hogy ne a születésnapos legyen nevetséges, hanem ti. Nem? Mi vállaljuk. Így van, ti vállaljátok. Gyerekek, rengeteg ajándék, nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek. Közben megjelent Csabi is, csak mondom, aki ugye az egyik legjobb ajándékot hozta. Aztán Fatik, ugye ezzel a Lego logóval, ez zseniális. És elmondták, hogy a Lego készítő designer rakta össze számítógépen, és itthon csinálták meg, mert ő külföldön van, tehát Lego szakember keze is benne van ebben. Igen, de hát azért ne feledkezzünk meg a többi ajándékról sem. Indián fejdísz. Igen, meg a 2 kiló melisszéről. 2 kiló melissze, dobos torta, minden. Na, nézzük az SMS-eket. Szia, bocsi, elsősorban boldog születésnapot kívánok, másodszorban te most tényleg 60 éves vagy? Ezt nem hiszem el. Nem tartod olyan rosszul magad, gondolom, Pia, közre játszik Krisz. Krisz, te eltaláltad a lelkem. Na, üdv! Fidel Castro volt, akinek a neve összefort az Adidas márkával, legalábbis számomra. És miért érdekes, amikor már ő gyengélkedett, Fidel Castro, és azért néha-néha bement hozzá egy újságíró, vagy egy barát, készült egy fotó, stb., akkor mindig Adidas melegítőben volt. Az öreg Fidel. Aztán rosszul tudják, rengetegen írták, a Napoli nem Versace-ban van, hanem EA7, az az Armani-nak egy sportmárkája. Na, amikről nem hajlandók lemondani a mi hallgatóink, szerszámban a Milwaukee, autóban a BMW. A kettő erősen összefügg, Postás Marci. Összefügg? Nála biztos, de én nem is hallottam, hogy nem vagyok egy nagy szerszám. Nem vagy egy szerszám bubus. Ezt nem mondhatjuk. De hogy a Milwaukee-ról nem is hallottam, de hogy erre nagyon esküsznek. Uh-huh. Igen, akkor BMW-t soha nem cserélném le, mert akkor nem tudnék mire hivatkozni, hogy miért vagyok csóró, és hogy mennyibe kerül fenntartani azt a gyászos jászolt. Ó, hát azért lehet még úgy autót választani, hogy rámenjen a gatyád. Könnyen. Sziasztok. Nekem sikerült. Ja, neked igen. Az volt a... Volvo. A Volvo, igen. Sziasztok, cipőben 15 éve csak Originals Adidas. Aha. 15 éve, hozzátettem még egyszer. Tavaly vettem egy New Balance-et, de nem tudtam hordani. Kerti eszköz, Gardena, autó, Volvo. Üzeni Viktor. Uh-huh. Szép szett. Igen, amihez ragaszkodnak, tehát ez tökéletes. Chrysler PT Cruiser. Hát ez egy vitatott autóna. Hát ahhoz ragaszkodni, az tényleg ahhoz valami nagyon erős érzelem. Esküszöm, amikor megjelent, nekem tetszett. Nagyon stílusos, ez tény, de valahogy aztán nem ütött át az emberek inger küszöbét, ugye? Tehát, hogy nem... Sőt, egy ellenszenves autóvá vált nagyon sokak számára, meg női autóvá. Pofára, hogy hasonlított egy picit, mint egy ilyen kicsi teherautó lenne, meg egy picit az Izita klipekben vannak, ja, azok azok a roadsterek, vagy nem tudom, minek mondjam, de úgy igazából nem az. De nekem egyébként pofára tetszik, mert úgy eltért a többitől a PT Cruiser. Van stílusa. Igen. 17 évet vártam rá, amíg az enyém lett, imádom. Mármint a PT Cruiser. Kamaz, mert egyszerű, mint a fajék. És valószínűleg ez nem is viccből írta. Tehát gondolom, ez a régi orosz technika, teherautóról van szó. Igen, most azon gondolkodom, a kamaznak a motorháztetének mindig az volt a benyomásom, hogy az a vastagon kent ilyen, tehát az vasból van az a kaszni. Azt ott kalapált a Szergely, igen, hát nem öntötték, azt kalapálták. Hát sőt. Mint egy vokkot a kínaiak, az vokból van. Az orosz vok. Az nagyon szortális. Zseniális. Ja, közben itt jönnek folyamatosan az én eseim is, hogy annyira... Cuki, nézd, Buda Marcia volt főnökünk. Ó, Marci. Boldog szüli napot, legenda. De köszönöm, jó, Marci, jó fej vagy. Na, menjünk tovább. Morgan, srácok, száraz építészetben dolgozom. Csak a Milwaukee. ez elment, ez a márka mellettünk. Én már rámegyek erre a Milwaukee-ra. Szöktáska, mágneses centi, kartonfűrész, minden innen van. Megbízható és kiváló. Isten éltessen, főnök, Sanyi.
Ah. Sokan dolgoznak a Milwaukee marketingjén, akik már ilyen korán ébren vannak. Hát akkor ők szemfülesek és ügyesek. Sziasztok, a Samsunghoz ragaszkodom, telefonban és tévében is. Az első saját tévé és telefon is ez a márka volt. Ettől éreztem magam felnőttnek, hogy saját pénzből meg tudtam őket venni, Zsuzsi. Ez milyen fontos, amit mond tényleg. Amikor az elsőt valamiből megveszed, és akkor az a márka, akkor valószínűleg ez itt hátul elrakódik az agyban. Nekem is a Mercedes egy nagyon-nagyon érzelmi dolog. De Zsuzsi az első, aki leírta a miért, itt most túl azon minőséget írnak a többiek, de hogy neki van egy érzelmi kötődése, mert az első pénzéből meg tudta venni, és azóta. Én a Mercedesre nekem egy ilyen három flash-em van. Amikor Bombban éltünk, én emlékszem, hogy ültem véletlen taxikban, meg nem tudom miben, és az a kormány. Tehát előre néztem, mint gyerek, ugye a hátsó ülésről, és az a kormány, ami egy ilyen műanyag, vagy milyen, nem bakelit, de tudjátok, miről beszélek. Igen. Benne króm duda, és azon belül egy kerek párna, és a párnán belül a Mercedes embléma. És ez annyira belém égett, ezt annyira imádtam, ez annyira otthonos volt ez a feeling. Következő kép, itthon laktunk már, és kinéztem az ablakon, Zaporozsec, Wartburg, Lada, Kispolszki, Trabant, Wartburg, Skoda, stb. És egy darab 123-as Mercedes ott állt. Valakié ott, ahol én laktam. És néztem, és azt mondtam, hogy nekem ilyen sosem lesz. Én erre emlékszem. Oh. És a harmadik Mercedes flash-em egyszer a Charlie vitt haza, nem tudom, hol voltunk, valami buliban, vagy nem tudom, éjjel volt, és a Margit hídon jött át, és a Jászai Mari téren kiugrottam, és az egy 124-es merci volt, és ahogy belül volt az egész, és én így elájultam. Ő akkor ugye Skandináviában zenélt nagyon sokat, és ő abból a pénzből vette ezt a Mercedest, és akkor azt mondtam, hogy úristen. És ezek úgy belém égtek, hogy amikor ott tartottam, akkor azt mondtam, hogy csak ez a márka. Tehát van egy olyan emocionális kötődés hozzá. Igen, de ez a legédesebb, ez a gyerekkori, tudod, hogy ez így megmarad az ember fejében, hogy a kis kormány milyen, hogy igen, a kis párna igen. rajta a logó, és egy apró momentum miatt az örökre. Te amikor azt a 124-es most megvettem nem olyan rég, és beleültem, és azt hittem, hogy a könnyeim jönnek. Te tényleg? Tehát ott volt hirtelen, és nekem volt már 124-esem, de hogy így összeállt minden, és biztos egy ilyen érzelmi hullámvasút volt, hogy mit láttál? Semmit? Egy kormányt, egy műszerfalat, egy fabetétet, egy nem tudom mit, ezt láttad, és mégis érzelmek jöttek fel. Most a Gyuri hallgat, mert ő, látod, autóval kapcsolatban nem tudja ezt elképzelni. Nem, egyébként autóval abszolút nem, de hogy így mesélted, pont ugyanilyen élményem van az Old Spice-szal amúgy. Tehát, na mondjad! Tehát, ahogy így idézted a gyerekkort, volt egy ilyen nyár, amikor tényleg ott hőség volt, éppen az a nyár, amikor a No Mercy volt a sláger, a No Mercy-től a semmi köze a Mercihez, igen. Igen, igen, és akkor megvettem az első Old Spice-omat, amire már annyira régóta. De az mit, dezodor volt, vagy arcesz? A stift. Ó, hát akkor te még lemaradtál az arceszről. Mert annak volt egy nagyon jellegzetes illata, egy nagyon menő volt, teszem hozzá 70-es években, 80-as talán, az Old Spice arcesz. Aztán jött egy ilyen lemon változat, az borzalmas volt, de az Old Spice, és akkor onnan jött egyébként a dezodor, meg ilyesmi. Igen, na hát ez nekem az előzmény nem volt meg, én már a dezodornál ugrottam be, de hogy azóta én eltántoríthatatlan vagyok. Ez nekem, úgyhogy ezt előhoztad belőlem. Jól teszed. Ezzel az emocionális történetek. Abszolút. Köszönöm. Gyuriból is előjönnek a könnyek. Gombolc a torkában, könny a szemeiben az Old Spice-ról. Igen. Igen. Na, értitek már, miért olyan fontos, hogy az ember ragaszkodjon márkákhoz? Igen, végig gondoltam, egyedül a Ceva WC papírhoz ragaszkodom, a többi használhatatlan. Sztorit nem szeretnél szerintem, Judit a tanyáról. Figyelj, én a három rétegű DMS-et nagyon javaslom, de te tudod. Hát valószínűleg Judit nem akarta elmagyarázni az összes kudarcát más WC papírokkal. És ezt köszönjük, Judit. Születésnapot nem dobtad fel ezzel. Sziasztok, körülbelül 30 éve élem a világom Mitsubishi-kben. Megpróbálom úgy csinálni, hogy ez most már maradjon. De jó. Igen. Sziasztok, Karesz vagyok, sportcipőt, csak Pumát, semmi más nem vagyok hajlandó felvenni. Na jó, ezek jöttek most hirtelen, biztos, hogy lesz még egy jó pár, de milyen érdekes ez az érzelmi kötődés. Károly Zsuzsa volt az egyetlen, aki leírta azt, hogy miért. Miért van az érzelmi kötődése, mert ugye az első pénze. Igen, de szerintem az sokaknak megvan egyébként ez. Első pénzből, és akkor igen, én már ott igen, maradok. Igen. Ez jó. Na jó. Köszönjük szépen, Hungary masinozunk, és gyerekek, amiről már beszéltünk, a Bocskor 6X exkluzív születésnapi eseményre, páros belépőket fogunk adni a játékban. Jó, május 22-én lesz a Kongresszusi Központban, rengeteg fellépővel, és hát majd elmondjuk.
Vagy most mondjuk el? Majd elmondjuk. A lényeg az, hogy aki most játszik, az lesz az első, aki páros belépőt nyer erre a partira, úgyhogy ez nem akármilyen játék. Hívjatok most 0620 22 22 122. Hungary Machine. És 8 óra lesz pontosan 10 perc múlva. Na, jöttek még egyébként, de valami hihetetlen mennyiségben nyilván a köszöntések is meg a témánkra. Egyszer, ezt figyeljetek, egyszer loptak nekem a fehérvári Philips gyárból egy videomagnót, ami annyira megfogott, hogy azóta is mindenem Philips. Villanyborotva, tévé, olajsütő. Csak akkor veszek más márkát valamiből, ha azt a terméket nem gyártja a Philips. Például autó. Tehát loptak neki a Philips gyárból egy videomagnót, és azóta ő ragaszkodik a márkához. De ez nem megérte a Philipsnek? Ez az apró kis veszteség. Tulajdonképpen ügyes marketing húzás volt a maga idejében. De nem azért, pont ennél... A Philips, Philips legendás lopó stratégiája. Gerilla marketingben erősek. Főnök, van egy ötletünk a kampányra. Igen, mit akartál? Nem csak, hogy pont ezekben a cuccokban egyébként az ember azt mondja, nem, ők mosogatógépben nagyon jók, de mosógépben nem. Inkább amaz. Tehát, hogy ilyeneket hall az ember, azért így nehéz ráállni valamire. Hát igen, pont de ő meg teljesen. Jó reggelt, tudom, banális, de van egy fajta botmixer, amihez ragaszkodom. Már a harmadikat nyűvöm, de csak ez a jó. Koenig márka, egyenesen fantasztikus fém, pont jó a súlya, olyanra turmixol, ami nekem tökéletes. Sokat próbáltam, de 6 éve csak ezt veszem, mert rengeteget használom, istenétesen Gábor üzeni. Kata! A botmixerben is tud lenni ragaszkodás. Ami engem nagyon meglep. Tehát az a botmixer azért az gyakorlatilag egy motor, meg egy fém, ilyen kaszabasza. Tehát... Kaszabasza. Azt a mindenit. Hát úgy hívják. Igen, de ő többet vett már. Érdekes, az én botmixeren nem is tudom a márkáját. Kenwood. Nem, de talán Bosch, vagy a fene tudja, de hogy az 20 éve megvan, az biztos, vagy több. Uh-huh. És semmi baja. Jó, szerintem nincs már megbízható márka, ez érdekes. Minden számomra korábban megbízható márka mára elsilányult. Én abszolút almapárti voltam, de először a telefonjaikban aljasultak el, aztán lehúzták a posványba a laptopjaikat is. Ilyen a szép új világ szerintem, bódogat, boomer, üzeni a sipoló kockakő. Én nem nyilván nem mondanám ezt az Apple-re, hiszen nincs is nekem, de ez rengeteg márkára igaz. Tehát a Mercedes sem az már, ami volt. Tehát nem különbözik a többi autótól minőségben, kidolgozásban. Hát, tudod, ez a tervezett elavulásnál, vagy nem tudom, minél tartunk már meg, most senkinek nem érdeke az, hogy te Nem, az a baj, hogy régen, amikor egy ilyen márka, mint mondjuk a Mercedes, minden, de az utolsó kilincset maguk terveztek és gyártottak le, ma innen szállítatják be azt, az elektronikát, amonnan az ajtókat, amonnan begyárt nekik, beszállít az, és az autó nem a Mercedes mérnökök keze munkája. Uh-huh. Maximum a design meg a motorra azt mondták, hogy jó, ez jó lesz. Hát próbáljon meg versenyezni egyébként. De minden úgy, más autó is, minden más autó. Tehát nem... Ez az, hogy azokkal kell versenyeznie neki, tehát az egy ponton túl a Mercedesnél is számítani fog az ár. Jó reggelt, én a bocskorhoz ragaszkodom, 97 óta bevált recept, boldog szülcsinapsit. Köszi, Krisz. Sziasztok, emlékeztek a reklámra? Old Spice, nézd, mit okoztál, a fiúból szexi férfit csináltál. Nagyon boldog szülőnapot, Gábor, imádás. Na, ez volt az a nyár. Ezt ez az. Old Spice, nézd, mit okoztál. Fiúból szexi férfi csináltál. Ez ragadott meg? Mentem a BMX-emmel az ABC-be érte. Mondtam, megjött a szexi fiú. Melyik sorban találja a cuccot? Na jó. Attilával játszunk ma reggel. Szia, Attila, jó reggelt. Boldog, jó reggelt, boldog születésnapot, most úgy örülök, hogy átfotok. Jézusom, ja. Attila, jó reggelt. Jól vagy. Na. Nem vagyok jó, mert nyomoridegen van, mert örülök, hogy átfotok, viszont akkora a tét, ez a bocsis gyeremény játék. Nem az acsi, hogy nem akarom elrontani. Hanem a májusi parti. A májusi, igen. Jó, ezt igen. Mondjuk el azért a hallgatóinak, hogy ez május 22-én lesz a Bocskor 6X parti a Kongresszusi Központban, és csak olyan zenészeket hívtunk meg, akikhez én kötődöm a pályafutásom során, valami miatt nagyon-nagyon fontosak számomra, érzelmileg, vagy barátilag, vagy bárhogy. És a Republik fel fog lépni, Rúzsa Magdi, a Skorpió összeáll, uh-huh. Aztán a Tankcsapda, Charlie eljön, Curtis ott lesz, Gangsta Zoliék is, a Magna Cum Laude, és Anna, a drága Anna, and the Barbies.
Óriási. És hát lesznek különleges vendégek is, akik ugye rólad fognak mondani szavakat, vagy ilyet vagy. Rólam fognak mondani szavakat? Igen, ez vagy, a terv. Szépet, vagy szépet, vagy kevésbé szépet. És akkor miért Risztov Évával kezdjük? Hát az a kevésbé szép lesz. Nem, imádom Évát. Koko is jön, Anger Zsolt fog valamit mondani, gondolom, Dombovári István is, Szújó Zoli, Jakubcsek Gabi, Dobókata, Tónocki Anita, és még lehet, hogy folytatjuk a sort. Bizony, és Tilla a házigazda, úgyhogy május 22. Tilla, drága Tilla, legjobb kezekben az egész este. Meg te is. Meg én is a legjobb kezek. Én ennek passzív... elszenvedője, vagy gyerekek, nem elszenvedője. A kedvenc előadóimat nézhetem közvetlen közelről, hogy élőben muzsikálnak. Halló? Bizony. Hát azért óriás, és nézhetitek ti is, mert lehet nyerni, ugye a Hungary Machine-ban is, és a hangcsapdában is jegyeket, majd árusításra is kerülnek ezek. Tíz után a többi műsorban is lehet óránként nyerni. Még az is. Tele leszünk. De tele ne verjétek a kongresszusi központot két hét alatt. Jó, hát de azt majd mondd a Dénes Tamásnak, tudod, hogy milyen szorgalmas, hogyha ilyen dolgokról van szó. Ő televeri két hét alatt, tényleg. Tehát én azt gondolom, hogy... Állítsátok le a Dénes Tamit, mert... Na Attila, te vagy az első, aki lehetőséget kap arra, hogy nyerjél. Okay. Én 4 percben belül tereverem a gatyát. Mindalomtól. Értsd jól, Gyuri. Nagyon jól értettem, ez a baj. Túl jól értettem. Na, azt mondom, most látom, hogy mi lesz itt ugye ez a feladvány, hogy igen, tehát ez most nagyon passzol ez a dal, illetve ez a név, ehhez az eseményhez, és akkor most mutatom is, jó? Oké, nézzük. Vágyom arra, hogy a karjaidban halljak meg, angyalom, Gábriel. Soha ne ébredj fel nélküled, öle így örökre. Na. Jaj, mindjárt elsírom magam, hogy ez, így, ez a Gabriel név, ez benne volt. Már meg vagyunk, szinte. Megasztáros, ugye? Igen. Dúzsa Magdi. Azt hiszem, hogy jó hangulat lesz a kongresszusi központon. Ha ott leszel, Atti, el tudsz menni, jönni? Tehát az ne legyen, hogy elfogad a jegyet, aztán ott lesz az üres hely. De ne vicce, innentől kezdve a mai naptól a május 22-i dátumhoz igazítok mindent. Helyes, és Old Spice, jó, a Gyuri miatt. Jó, rendben, akkor bevállalom, rendben, más márka, de mindegy. Más márka, jó, mindegy. Nem kötelező, mondjad. Annyit szeretnék mondani, bocsánat, még egyszer boldog szülinapot. Köszönöm. Én az SMS-t, hogy 17 éve hallgatlak Bumerang óta, középiskolás korom óta ezt a pótapás üzenetet. De jó fej vagy, ez tök jó esett. Köszönöm, hogy vagy. Az életem nagyobbik részét tetőtötted ki ebből a szempontból. Köszönöm, hogy nyerhettem. Hogy az első lehetek, hogy ott lehetek, mert sokszor hallottam ilyet a rádióban, és most ez nekem sikerült. És Gege barátomat szeretném New Jersey-ben, you know, köszönteni. You know. Mert ő is hallgat téged. Oké, okay, és most a nyereményedet hallgass meg pontosan. Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő a Bocskor 6X exkluzív születésnapi eseményre május 22-ére. Yes! Ez az. Óriási! Gyuri, köszönöm szépen, hogy fölvetted, és bocsi, ezért a gatyás megszólalásra gondoltam, jó lesz. Jó volt, nekünk jó, Gyuri ilyet meg. Köszönünk mindent, Attila. Köszönöm. Hívunk majd, köszi szépen, szia. Sziasztok, boldog szülinapot. Köszönöm szépen, szia. Ez nagyon jó fej volt. Igen, csak ilyenek az... legyenek ott. Megvan az első két néző. Szuper. Jövünk vissza, egy picit közelednénk a húsvéthoz, és mind a mellett, hogy picit lazán, semmi, teljesen kötetlenül megbeszéljük így a hagyományainkat, ki hogy tartja, és próbálnánk segíteni egyébként a hallgatóinkon, hogy ezt a magyar férfi génbe beleivódott locsolkodási mániát, amennyiben külföldön vagy, hogyan kellene kiélni? De szép hagyomány is ez, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Szeretem. Ez egyszerűen hozzánk tartozik, meg az húsvéthoz. Így van. Húsvét hétfőn. Olyan őszinte vagy. Én tényleg szeretem. Nem, azóta nem szeretem, hogy ott már nem locsolok, hanem spriccelek. Aha, jó. Erre majd térjünk ki, hogy hány éves kor környékén jött a nagy váltás. Nem, mert most már ilyen szórófejű. Jó! Szórófejű, tehát nem... Pumpás, igen. Szomorú történet lesz, az úgy látom, szomorú téma. Na jó. Ez a Bocskor!
8 óra 12 perc, jó reggelt, szevasztok drága hallgatók, köszönöm mindenkinek, annyira drágák vagytok, cukik vagytok. Talán egy SMS volt, hogy boldog szüri napot, köcsög. De az összes többi... Az is a szeretet jele. Az is a szeretet jele. De az összes többi nagyon cuki volt. Hello Laci, jó reggelt. Reggelt. Szia Gyuri. Jó reggelt. Hello, hello Anett, jó reggelt. Jó reggelt. Hello Csabi. Csabi bejött. Bejött, igen, igen. Csákot ellenőrzök. Mindenki fenn van, jó? Mindenki fenn van, igen. Van. Na, még mielőtt belecsapnánk a témába, egy pár SMS, és hát ugye a nagy buli május 22-én kongresszusi központ, a Bocskor 6X, és arról majd egy pár szót. De, jó reggelt, én már évek óta csak verset mondok, és nem locsolok, illetve van egy kölni applikációm, amivel locsolást tudok megtenni. Ó, ne viccelj már. Szagmentes, nem kell utána szellőztetni. Én nem hiszek az ilyenekben. Én a hagyományos klasszikot szeretem. De a nők meg szerintem hisznek, akiket így locsol. Képzeld, május 25-én lesz az 50. szülinapom, és fantasztikus lenne, ha ezt együtt ünnepelnénk a május 22-i bulidot. Én ott leszek, és te. Még a cappuccino idejéből szerettem meg azt a stílust, amit még a mai napon is képviselsz, megfertőztem a feleségem, és néhány hónapja a fiamat is. Azóta minden reggel titeket hallgatunk, még egyszer boldog szülinapot, Tibi, a felvidéki. Jó reggelt, én csak azt szeretném megtudni, hogy van rá mód, hogy erre a Bocskor 6X-re rendezvény, ez nem 60X, 6X, tehát az X az a 10-est jelzi. A 60X az heavy lenne. Nincs kizárva, hogy ezt is megéred, de most nincs, még a 6X-nél nincs. Lehet-e jegyet vásárolni a nagy közönségnek is? Igen, de még nem tudjuk, hogy mikor és hogyan, de lesznek vásárolható jegyek is. Isten éltesen Showman Csókrita, köszönöm szépen. Szóval, igen, ezt tervezzük, hogy május 22-én egyiket egy turnénk után és lezárásaképp koronájaként, ahogy Gyuri mondja, csinálunk egy nagy bulit a kongresszusi központban, 6X és csak olyan embereket hívtam el, zenészeket vagy pályatársakat, akikhez kimondottan kötődtem az elmúlt évtizedekben, és most hát itt a fellépők a zenei oldalról a következők. Anand the Barbies, Charlie eljön, Curtis, Gangsta Zoli és Big Daddy Laca, a Magna Cum Laude, a Republic, Ruzsa Magdi, a Skorpió Kareszék összeállnak, két dal erejéig, mindenki két dal játszik körülbelül. És a Tankcsapda nyilvánvalóan. Tankcsapda. Ez egy estén mind gyerekek. Óriási. Ez egy óriás. Ilyen személyes hangulatú, de mégis nagyszabású születésnapi párti lesz tulajdonképpen. Abszolút. Két színpaddal dolgozunk, ha minden igaz. Hogy fejben már összeállt, még nem láttam. Igen, de én egy 32 csatornás keverőpultra gondoltam még, szerintem az mindenképpen jól lenne, meg fénytechnikában nem majd. Nem fog ártani, vagy egy-két díszlet ilyen. Persze, ilyesmi. De egyébként kifejezetten a szervezéskor gondoltunk arra, hogy azért megmaradjon az intim jellege, tehát hogy ez ne egy ilyen óriási átláthatatlan karnevál legyen, hanem tényleg személyes hangulatú. Igen. Tehát az is a helyszín, mert ugye hát nem egy nagy helyszín végül is a kongresszusi központ, de hogy pontosan amit te mondasz, hogy legyen egy ilyen intim hangulata, és ne egy ilyen sportcsarnokszerű. Így van, 1500-al meg fogjuk azt teremteni szerintem ott simán. Igen. Na jó, és hát ugye pályatársak, barátok is jönnek, akik a színpadon meg fognak jelenni, többek között Risto Vévi, Koko, Anger Zsolt, Dombovári István, Szújó Zoli, Jakubcsek Gabi, Dobókata, Tornocki Anita, és még lehet, hogy folytatódik a névsor. Lehet, hogy folytatódik. A házigazda viszont biztos, hogy Tilla lesz, tehát ő viszi majd ott az eseményeket. Drága Tilla. A legjobb. Én mindig azt mondom, hogy a legjobb magyar műsorvezető, és nagyon jó barátok vagyunk, és elvállalta ő is. Szuper. Bocskor 6X, május 22. Így van, lehet jegyeket nyerni a különböző játékainkban is, de a nap folyamán amúgy is, tehát nem csak nálunk. Ha jól tudom, igen, a Bocskor után 10-től egészen este 6-ig óránként lesz majd játék. Így van, és majd valamikor elmondjuk, hogy lehet ezeket vásárolni is. Oké, na jó, nézzük ezt a témát, gyerekek, hétvégén ugyanis húsvét, a másik nagy ünnep ebben az országban. Egymás után a nagy ünnepek, csak kapkodjuk a fejünket. És én nem tudom, hogy ki hogy áll az előkészületekkel, de lassacskán, én már vettem egy tarját, csülköt nem kaptam, ott nagyon ahol jó. Jártam, egy tarját vettem. Nagy péntek, ugye munkaszüneti nap, ezt tudjuk, és hát ugye Jézus keresztre feszítésének napja, majd ugye feltámadása. Szóval, mit elkezdtünk dumálgatni a szerkesztőségben, hogy néz ki nálunk ez az ünnepi hétvége. Mi megyünk majd apujékhoz vidékre, úgyhogy hál' Istennek onnan meg lesz a kovászos kalács. Kovászos hát, kalács. Tudod, apám rá, fonott kalács? Fonott kalácsot mondta, hatos fonás csinál, azt hiszem. Hatos fonás csinálunk mi is a Nórival, már tegnap megbeszéltünk, Nóri kalácsot csinálunk. Igen, tudom, megy még a hatos fonás? Megy. De jó nektek. Az de van ilyen koreográfiátok? De a karácsony az mindenki úgy nagyjából tudja, mert megtervezi, de húsvét nem ennyire érdekes, ilyen, nem? Érdekes, ott nincs. Tehát van példát, tudom, hogy karácsonykor mennyi dalod van, úgy fixen húsvétra van dalod?
Most jött a dalom. Nyuszi dal. Oops, I did it again. Jézustól, tehát, hogy megint felkeltem. Tehát ez már frissebb tavaszi bulis hangulatban tudom. Vagy a Money a Pink Floydtól. Money! Nincsen. Na ez az, látjátok, hogy ezért családonként eltéri, hogy kinél hogy működik ez a hús. Nem, nekünk sincs dalunk. De kinek? Neked van dalod? Nekem nincs, csak gondoltam, hogy nekem úgy karácsonyra sincs fix, és ezért gondoltam, hogy hát, ha nektek van. Azért karácsonyra neked nincs fix, mert te még sose csináltál karácsonyt, tehát mindig elszegődtél. Így. Én gyerekként élem át ezt a karácsonyi bulit. Így van. És akkor nálatok nincs zene, hanem de csak olajszag. Mi van nálatok? Tavaly mondtam, és a cserék már ezt az olajszagot, 20 éve van olajszag. Mi lenne a zenét nyomnánk idén? És mondták, hogy jó, és azóta van. Benne vannak. Na, tavaly mit csináltunk húsvét kapcsán. Ez mindig egy ilyen erőlködős téma, valljuk be. Biztos, hogy rejtettél egy tojást, mi? Valami kis tojások a bokorban. Mikor? Ilyen játék. Tavaly húsvétkor? Igen. Hát persze, hát a Nórinak hogyne? Hát rejtettem el a kertben, volt tojáskeresés. Én nekem is szoktak elrejteni, nagyon bírom. Még mindig? Te miért nem akarsz felnőni? Évközben is. Az olcsóbb. Ja, olcsóbb gyereknek maradni? Aha. Július 9-e van. Jársz még a Gyömbölyi óvodába, menzára? Az a baj, már akkor is kitűnök a térden csúszok oda, hogy igen. Magasságon magok. Szóval tavaly ugye Kovács Lázárral megbeszéltük azt, hogy készül a tutisonka. Ugye? Nem írtam föl, úgyhogy jó lett volna. Most is beszélünk vele, de mindegy. Mindegy, én most már abba hagyom ezt a sonka szuvidálást, mert egyszerűen rossz. Tehát a sonka vagy főjön, vagy dobd ki. Igen, igazad is. De a szuvid nem működik. Hallod, Anett, hogy helyesen, mint ha tudnál, mi a különbség a kettő én között. Én hozzá se kezdtem soha. Suhintani kell a jó, sonkát. Nem vagy nagyon más, mint anyukám, mert neki a húsvét és a sonka az a gépsonka volt. Akkor nektek jól ment nekünk az olasz. Boldog húsvét a Csabi, ez lesz a gépsonka ünnep házáron. A gépsonka ünnepe. Ja, na jó. Szóval, nézzük meg, kinél mi kerül az asztalra? Anett, tehát inkább nem kérdezem. Mit teszel a gépsonka mellé? Tojást, az biztos, hogy fogok tenni. Sütemény. Azt nálunk tanultad meg a tojásfőzést. Igen. Ugye fog menni tojásfőzőgép nélkül is? Nem gondoltam, elviszem a névra. Már nagyon profi vagyok itt, úgyhogy azt viszem, visszahozom kedden. Akkor süteményre gondoltam. Na, süti mit süt? Az, mi lesz? Halló. Ne, hadd mondja el. Ja, jó, bocs. Hát semmi, de... Süteményre gondoltam, hát ott terem. Én azt hittem, már elkező 250 g liszt, igen, egy fél csomag szárazélesztő. Aha. Jó, hát majd akkor holnap? Nem tudom, hát nem terveztem, hogy sütni fogok, mert mindig olyan profik vesznek körül, akik így készülnek süteménnyel meg mindennel. És te ugye... is ugyan azt a sztorit nyomod, mint a Gyuri. Kb. Igen. Ülj csak le mellé, mert a padra szerintem. A kisgyerek padra. Úgy érzem, ott fogok kúszni melletted a menzán. Na, várj, eddig hogy volt? Gyuri vagy mindig szeretetből, jön. Vagy szánalomból, de mindig jött locsolni. Szeretetből. Meg hogy tartalom legyen. Felvettem videóra mindig? Mindig, és figyelj, nagyot mentek. Igen. 3 éve ugyanaz kerül ki. Igen, tehát most nem a Gyuri locsol. Most a Csabi, de hát azért remélem, hogy ti is meglocsoltok. Soha nem locsoltatok még meg a Gyuri. De hát húsvét hétfőn a locsolás napja, hát akkor nem találkozunk. Jó, előre hozhatjuk. Hát igen, de én is mindig átszelem a várost, és akkor meglátogatom a netet. Tehát, de két magányos kisgyerek, akik karácsony és húsvét hiány egymást locsolgatják, hát... Ezek vagyunk az, mi, Gyuri? Nem, ez bájos, csak haló. Hát én egy családos ember vagyok. Ja, értem. Igen. Jó, hát akkor idén is csak te maradsz. Bocsi, nem tud magányosokat locsolgatni, mert... Miért rá? Igen, a locsolás, a locsolkodás az nagyon-nagyon magyar szokás, olyannyira, hogy Csehországból ered. Ó. És ez a 18. században terjedt el. Szlovákiában még a veszőzés is jár a locsoláshoz. Néztem is képeket. Igen? Ott volt az egyik kezében a vesző? Két fiú egy lányt megfog a két kezénél fogva, és akkor... De ugye ez nem egy ilyen indiai bűnügy, amit... Nem, ez ilyen felnőtt filmes oldalon találtad ezt amúgy? Nem, de most, hogy elmondom, úgy tűnik, de igen, tényleg... lefognak egy lányt, két fiú, igen? De remélem, jó lesz a vége. Igen, kapnak tojást. De és akkor veszővel így megsuhintják.
Értem. Jó, mondd le ezt a bizonyos előfizetést, mert nem visz jó irányba. Na, régen, amikor mondjuk gyerekek voltunk, kisebbek voltunk, akkor szeretted a locsolást? Szerettük? Én szerettem, mert jó, akkor már ugye az volt a divat, hogy most már nem csoki tojással nem érik be a gyerekek. Tehát ott mindig volt egy kis pénz mellé. Persze, hát mi jártunk házról házra, ez nekünk programozás, aztán a barátaimat. Persze, a BMX-ünkre felpattantunk, és mentünk, és mindenhova csengettünk be, kis locsolóvers, és kaptuk a 100-ast. Ez nagyon nagy buli volt. Nem voltunk ilyen szégyentelenek, tehát én csak a rokonokhoz mentem el, meg ismerősökhöz. Ez hagyomány volt, ezt mindenki csinálta. Aha, mert egy ilyen tök jó közösség volt az a település. Mennyi pénz jött össze, Gyuri? Nagyon sok. Hát na, akkor az van ott most az Eritreában, az van defektetve. Egy 10 locsolás pénz, ott van az Eritreában. Na és mesélj, te mekkora Bonni Spritzmeister voltál annak idején? Nem tudtam Bonni Spritzmeisterkedni, mert hát ugye a locsolás, mint tudjuk, a mi régiónkból való, tehát ott ők ezt nem értik. És mikor locsoltál először akkor? Hát én... Mi az, hogy mikor locsoltam először akkor? Hát te nem tudod az én kronológiámat. Nem tudom követni. Tehát valószínűleg én neked először voltam Don Johnson a te fejedben, és utána Winnetou. Először voltam Don Johnson, aztán kisgyerek. Aztán Winnetou. Szóval egy picit kevered ezeket. Lehet. Itthon a nagymamámat locsoltam, hát ugye budapesti lévén nem tudtunk, tehát nem olyan, mint nálatok vidéken, hogy egy utcát végig sétálsz, vagy ott nálatok sétálsz az utcán, és akkor mindenhol van egy nő. Igen, igen. Tehát, igen. Ez Budapest haló. Ez Budapest haló, hogy lépcsőházakban nem csöngettünk be. Lipótvárosban keresni kellett a nőket. Nem, hát a nagyanyám volt az egyetlen nő. Aki egy nagyon híjú nő volt, és egy nagyon elit nő volt. Tehát ő az amerikai szeretőjétől, Bélától kapott ugye Chanel parfümöt. Uh-huh. És mindig rajta volt. És amikor megjelentem én hülye gyerek, érted, hogy na most meglocsolom, nyilván valamilyen olcsó trafikban kapható kölnivel, akkor a nagyanyám nyilván rosszul volt, hogy én most agyon csapom az Chaneljét. Megértem. Igen. És mégis, és akkor mindig a dekoltázsát mutatta, hogy oda locsolhatok, tehát ne a hajára. De bájos. És mondták is versikét, mert persze, mondtam. Micsodát mondd el. Gyuri, hát nem tudom, azt hiszem a Zöld Erdőben jártam, de mai napig ezt a versikét mondom, nem tudok mást. Hát ez klasszik, hát szép. Bocs, ennyi, klasszikot tudtam, igen. És akkor kaptam én is eleinte konyakmeggyet. Aztán jött a Marlboro. Elmaradt a megy, ugye? És jött a Marlboro meg a Cash. Van is egy ilyen film, Marlboro és Cash. Istenem, de jó volt. Folytatása jobban sikerült egyébként. Muszáj rágyújtanunk a Vikámely Marlboro-ra, mert el kell venni ezt a büdös kölni szagot. Megettük ezt a 3 zsák konyakmeggyet. Jó, de ti kiket locsoltok? Te locsoltatok? Hát én is a nagyanyámhoz mentem, akkor a nagyanyámnak a nővéréhez mentem, anyámat locsoltam. Járkes, tehát akkoriban mit egy 1000-es talán. Wow. Én annyi pénz nem is nálunk, amikor én gyerek voltam, azért autót lehetett kapni. Abszolút. Még amikor én is akkor. Oh. Képzeljétek el, én is kaptam pénzt, bár én nem locsoltam. Felénk eszélyen még most is lehet annyira autót kapni. Jaj, gyerekek. Nem, azon törtük a fejünket, drága hallgatóink, hogy ti sokan külföldön éltek. És miután a magyar férfiben azért genetikailag benne van a locsolás vágy, hogy ha te ezt külföldön elkezded, abból nagyon könnyen zaklatás lehet. Most lehet, most akár Joci a hajószigetelőn Rotterdamban, vagy Sanka Lutonban, vagy Joci a sztárpásztor Németországban, te lelocsolsz egy nőt, azért elvisz a Bundespolizei. Hát igen, ők nem tudják, hogy van ez a hagyomány, hogy te ott bemész, mondasz valami verset érthetetlenül, és akkor pszt. Hát igen, már pedig nem húsvét a húsvét a locsolás nélkül, nekünk magyar fiúknak. És mit csináljon egy magyar férfi, hogyha külföldön él, de ott van benne a locsoló gén, és elindulna? Londonban, vagy Lutonban, Rotterdamban, vagy Heidelbergben, vagy mit tudom én hol. El kell magyarázni, hogy miért csinálom ezt a dolgot. Nem hülye vagyok, meg nem megtámadni akarlak, mert ühet annak. Uh-huh. Hát abszolút, így van. Na, és akkor hogyan próbálnánk elmagyarázni egy külföldi hölgynek azt, hogy ez egy nagyon aranyos hagyomány húsvéthoz kötődik? Tegyük fel, mondjuk Joci, vagy Sanka, vagy nem tudom, egy Joci elmegy, nem tudom, Rotterdamba Antjét meglocsolni, vagy Sanka... Antjét, vagy Sanka elmegy Sörlit meglocsolni, vagy Hannelore-t locsolja a sztárpásztor, tehát hogy adjunk már nekik tanácsot, hogy hogyan magyarázzák el, hogy most mi fog történni, és miért. Uh-huh. Még mielőtt előveszik a locsolót. Hát kell nyilván valamiféle ilyen mitológiai, történelmi, valamiféle ilyen múlt magyarázás, nem? Múlt magyarázás. Jó, oké. Na, akkor hogyan? Hát kezdje az, hogy hello, I am Hungarian.
Hungarian vagyok. Igen. This is a tradition in Hungary. Hungary. Igen. I am Hungarian. Jesus, valahogy belekevered? Jesus. Oh, Jesus dead sad. Jó, Jesus dead sad. Jesus dead sad. But Jesus here now. Igen, de Luton ma még lehet, hogy tudják ki ez a Jesus. A tuti. De például mondjuk, ha van egy japán barátnőd, akit nagyon sokat nem foglalkozott Jesus-szel, mondjuk Michiko. Oh. Michikohoz becsengetsz, akkor hogyan értetnéd meg vele, Gyuri, hogy mi az a locsolkodás? Tehát, hogy volna-e locsoló versed, vagy valamilyen magyarázat arra, you know, Jesus. Hát el kéne magyaráznom Jesus. Tehát, igen. Mit tudom, we have a hero. A hero. A hero. Jesus, we have a hero. Jesus. Igen? Jesus. 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 And Jesus die. Oh. Die. But Jesus. Oh. Jesus. Oh. És mi van hátul erre, Michiko? Oh, welcome. Igen, but nagyon Jesus, sem. Jesus here now, ezt fogom mondani, és akkor... Jesus die, Jesus here now. And, yes. And I have a celebrity spritz for you. Celebrity spritz for you? Yes. Because Jesus is here, but yes. Die. Yes, Jesus celebrity. Spritz. Sajnos, igen. Sajnos, yes. Igen. Hát akár nem kérsz, akár kérsz, here is grappa in your face. Ezzel már nem mehetné nagy anyádhoz is. Ez igen. Na jó, hát nemzetközi szavakból össze tudjuk tenni ezeket a dolgokat, nem? Tehát mondjuk egy a német Hannelore-nak mit mondanál, mert Németországban nem biztos, hogy spritzen a legjobb dolog, amit kimondhatsz egy nőnek. Na akkor mit csinálsz? Tehát, hogy tudnál-e olyan német verset mondani, amire rímel a spritzen? Spritzen? Aha. Ich kaufe Apfel hinten und fogok egy bisschen spritzen. Magyarul veszek hátul egy almát, és nem sokára spritzelek egy picit. Értem, Hannelore sokkot kap. Hannelore hívja a Bundeswehrket, vagy kicsodát. Az Bundeswehr. Jézusom. Hát erre még rácsapja az ajtót Hannelore, az biztos. De te vagy a nagyon németes, hogyan oldanád ezt meg neki? Mit mondanál szép locsoló versed németül? A németül? Hannelore, itt állok veled szemben. Nem szeretnék. Nem mondj neki semmit. Nem mondom semmit. Van neked más kedvenced? Igen. Mondjuk, ha Olaszországban járnál. No. Na, kire gondolok én? Hát a Maneskin basszusgitárosára. Tényleg. Mondjuk el, hogy nő. Tehát az... nagyon fontos. Úgy nem tudok tovább menni a locsolással. Bocsi, egy valakit szeretne meglocsolni, igen, egy jó férfit. A Metallica basszusgitárosára. Maneskin basszusgitáros a Victoria De Angelis. Hát, hát elolvadok. Na, hát tudom. Viktoriától. De van egy csomó képünkben. Igen. És mi van? Szerintem körbe van tapétázva vele a szerkesztőség, mint egy tini fiú szobája. Igen. I am begging De Angelis. Here is for you a little spritz. Aperol spritz. Valószínűleg fel van készülve az ilyen rajongókra amúgy. Az olasz rendőrség. Az álmaniba öltözött. Igen. Ez neki egy sima szerda. Jó. Nagyon nehéz ez. Nagyon nehéz ez. Tudjuk, hogy nem álljátok meg. Tudjuk, hogy álmok fogtok futni húsvét hétfőn, bárhol is vagytok külföldön. Ezért azt gondoltuk, hogy próbáljatok már egymásnak segíteni egy egymondatos locsoló verssel, drága hallgatók, amit a külföldi barátodnak ajánlasz, hogy azzal elinduljon spritz locsolni. Amivel remélhetőleg nem kerül bajba. Így van. Ez lehet egy ilyen angol, német, magyar mix, mint ahogy a Gyuri is, ugye Apfel, Kleine Apfel, Hinten, Ich möchte spritzen, vagy valami ilyesmit mondott. Bár ez végig német volt. De ugye jött a Jesus Die-jal, Jesus Alive. Nagyon szép része volt. Igen, hát volt nem, nemzetközileg meg tudnám ezt oldani. Így van, tehát próbáljatok most kreatív nyelvészek lenni, és egy ilyen magyar-német-angol mixből csinálni egy kétsoros locsoló verset, amit tud használni Rotterdam, tud használni Luton, tud használni Heidelberg, meg nem tudom egész mi. Európa. Egész Európa, jó? Mert a miénk elég béna volt, valljuk be. Tehát jók lesztek, biztos vagyok benne. Ez a Bocskor!
3:49 lesz 2 perc múlva. Ó, micsoda nemzetközi nyelvi mix locsoló versek érkeztek, gyerekek. Nagyon kíváncsi, hogy wow. Alapból jók vagyunk, ha idegen nyelven kell beszélni. Igen. Angers, ez tényleg az ő száma? Nem, csak már az ő locsolkodó verse bukkák és... Akkor az Anger lesz. Nem, az Anger lesz? Nem tudom. Ja, csak megnézem, lecsekkolom a telefonszámát. Mert akkor szégyeld magad. Dehogy szégyelje magát, hát ne viccelj, mindenki erre gondol. Költészet. Csak... Igaz. Költészet. Mindenki erre gondol, csak ő leírja. Egy pillanat. Ugye megvan. De neked a régi. Igen, ez az övé. Jézusom. Na, akkor indítsunk ezzel. What is your problem with locsolkodás? You can be happy, I am not a Japanese explaining to you the bukkake. No. Mm. Okay, igen, mert ugye ez egy japán folklór. Igen, ez már egy magasabb szintű igen, történet. Van. Forne haube, hinten gitter, meglocsollak kislány Hitler. Ott egy jó ég. Ez Robi a primitív, és hát nyilván a nevéhez hűen, nyilván ezzel akar célozni nem teljesen PC módon a valakinek a németségére. Aha. Robi, ezt nem illik. A németeknek nagyon elegük van már azzal, abból, hogy egyenlőség jelet tesznek a régmúlt és a jelenük közé, és de a rímet rímmel nem lehet vitatkozni. Vitatkozni azt nem. De időben szólunk, hogy ezt ne használd. Jó. Ich bin Geysir, No. Igen, második sor. Lehet, ennyi. Hogy félreértette ennyi, ő. Ennyi. Ez nem az a műfaj, amire mi gondoltunk. Jó. Hát nézd, itt három sokkoló volt. Tehát a Angertől, a Robi a primitívtől és a... Milyen komoly hullámzás? Anger Zsolt, Robi a primitív. Ez igen. Na, Spritzen Water, das ist gut, meglocsollak, ne légy rút. Szubarus írtam. Jó, ez szép. Jó. Jézus Toten, Jézus Lives. Achtung, baby, jön a Spritz. De sok barátunk lesz nekünk jövő kedre. Új világszerte. Ich bin Gábor, du bist du. This my Spritz, just for you. B.R. Gabac írta. Je suis Johnny, du bist Kate. Heute ist der Spritzen Date. Jó. Ez nagyon nemzetközi. Nyerő, igen. De francia is van. Je suis Johnny, du bist Kate. Szép. Azt mondja. Ich bin eine Ungarische. Du bist ein Fritz. So ich gebe dir ein Spritz. Igen, ez a Fritz, ez egy fokkal jobb, mint a hitleres. De még akkor is. Nem hiszem, hogy a németeknél ezzel bevágódnálna. Igen, de rímel. Rímel. Hidd el, kérlek, ez nem vicc, happy Eastern, ich möchte Spritz. Uh-huh. Egy szótaggal, mint a több lenne, mint kéne, nem? Jaj, jó, hát Gyuri! Kössünk bele! De a bukák eser rímelt semmire, de ott volt. Ott a tartalom elsöpört minden érzékemet. Most legalább írt elé egy verset a Zsolt. Jaj, Istenem! Köszönöm! Hát ez szép volt. Szép volt. Hát, ha valamelyik hallgatónk külföldön megírja nekünk, hogy valamelyik verssel bejött neki a dolog. Próbáljátok ki mindet, ha és akkor mondjátok, hogy melyik volt. Ne, a németeket sikeres, ne próbáljátok. Ne. Gyerekek, egyébként megtaláltuk, ezt Zsocnak nagyon köszönöm, hogy elküldte. Azt, amikor, hát már ki tudja, hogy hány éve, 10 biztos, amikor Kokó, egyébként Kokó nagyon helyes, nem fogom felolvasni, egy nagyon-nagyon helyes, kedves üzenetet írt most az előbb nekem, de Kokó, én ugye nem tudtam róla, nekem meglepetés volt közbenjárásával, megcsörrent a telefon, a élő adásban, és a Banita azt mondta, ezt most vedd fel. És akkor ez történt. Hello, it's most famous singer in the world. I want to sing some special lead from White. Happy birthday to you. Vitali. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bochi. Happy birthday to you. Hey, na most kivert a víz. Ez Vitali Klitschko volt. Vitali Klitschko élőben. És aztán felhívták a figyelmem rá, hogy akkor ő elmondta, hogy a testvérének, Vladimirnek is aznap van szülinapja, és akkor elénekeltük még egyszer Vladimirnek így az éterben. Ebből a szövegből és ebből a hangból hogy jöttél rá, hogy az ő, azt nem értem. Én azt én sem értem. Tehát, hogy én hogy jöttem rá, hogy az a Vitali
Ezt nem tudom, Kokó szervezte le, hát ugye ők nagyon jó barátságban vannak, és kívánok egyébként Vitalinak minden jót innen, és hát ugye most már teljesen más szerepben van, és tényleg ölelem, nyilván nem hallja, de akkor is egy nagyon-nagyon nagy manus. Tehát én találkoztam vele többször, és tényleg egy óriási figura, és ez egy nagyon nagy meglepetés volt. Gondolj bele, hogy ő erre hajlandó volt, kvázi ismeretlenül. Szóval ez nagyon helyes volt. Jó, jövünk vissza, hangcsapdázunk egyet, és mutatunk egy hangot. Tessék! Hogyha, hogy én és ma bájuk, és szeretem, megbízom, gondolj, nem nagy, csak csináljon, jobban szólkozni. Na, hát erről jut eszembe, hogy május 22-én a Kongresszusi Központban lesz a Bocskor 6X születésnapi giga esemény, és tényleg erről jutott eszembe, és erre páros belépőket adunk a játékban. Nagyon jó célzott a Laci egyébként, szóval a Bocskor 6... Igen, Bocskor 6X-re most azt hiszem, hogy május 22, csak még puskáznom kell. A fellépőket mindjárt elmondom, de erre lehet nyerni, ahogy a Laci mondta, páros belépőt, hogyha felismertétek a hangot. 0620-22-22-122. Hangcsapda. 9 óra 7 perc, 0 mindenki, vagy nem mindenki, valaki mondja, hogy mindenki a 6X-el van elfoglalva, de tegnap volt a névnapon. Igen, ez is megoldott nálam, ez mindig egybe gyűrődik. Vannak még kis versikék. Na. Valaki üzeni amúgy, hogy hagyjatok vezetni, nem látom a jelzőlámpákat, a könnyektől rögök az autóban, spritz-spritz Kolozsvárról. Aztán I will drop water on your hair, this is the Hungarian Easter. Give me egg, give me money, Jesus lives, that's the story. Nagyon kapványos. Ez kompenzió. Ich bin ungarisch, ein Ausländer, meine tojás überraschung, nicht für Kinder. Azért szeretem, hogy a honfitársaim megindulnak így a világban, és meg fogják mutatni, kik vagyunk. Meg ez jó? Kedves Gábor, Isten éltesse, mindenedet örülnék egy ölelésnek, a bulidon puszi Edit. Hát Edit szólj, hát ugye előtte lesz egy turné, és aztán ez a nagy buli, amire a jegyet mindjárt remélhetőleg odaadjuk valakinek. Das ist mein Kölni, das ist Bouquet. Give me some Deutschmark and everything's okay. Deutschmark. Deutschmarknak is örül, oké. Jó, Kata játékosunk. Szia Kata, jó reggelt, hello. Jaj, jó reggelt, sziasztok. Szia Kata. Mi van, meglepődtél, hogy adásban vagy? Igen. Igen. Kata, drága. Nagyon akartam nyerni. Jó, hát miért, eljönnél a bulira? Úgy nagyon, igen, és amúgy azért játszom, mert a párom szeretne, ő is, én is nyilván, általa lettem bocskorfan, és ne őt szeretném ezzel a jeggyel meglepni, igen. De jó, hát figyelj, ez óriási lesz, tényleg csak olyanokat hívtunk meg, akik közel állnak a szívemhez, és hát ugye lesznek olyanok, akik talán egy picit sztorizgatnak is rólam, Risztovévi, Kokó, Anger Zsolt, Dombóvári István, Szújó Zoli, Jakubcsek, Gabi, Dobó Kata, Tónocki Anita, és még folytatjuk a sort, és Tilla lesz a házigazda, mondom. De várjál, és az előadók? Hát gyerekek, a zenekarok. De annyi zene lesz, hogy megőrültök. Annál és tényleg, csak mindenki, igen? Mindenki... Akit tényleg nagyon szeretek. Bizony, és ők tényleg azok. Anna and the Barbies, Charlie, Curtis, Gangsta Zoliék, a Magna Cum Laude, Republic, Ruzsa Magdi, a Scorpio, ott lesz ezen az estén, és természetesen a tankcsapda is. Jó, hát Kata, ezért kell most megküzdened. Szuper, okay. Alig várom. Alig várod, tessék, igen. Akkor itt van a feladvány. Hogyha, hogy én és ma bájuk, és szeretem, megbízom, gondolj, nem nagy, csak csináljon, jobban szólkozni. Na... Tilla? Igen! Én nem nagyon szoktam gondolkozni. Sokkal jobban szeretem azt, hogyha csak csináljuk. Hát gratulálunk! Figyelj nagyon! Drága Kata, itt van a nyereményetek! Gratulálunk! Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő a Bocskor 6X exkluzív születésnapi eseményre május 22-ére. Hát, ott leszel. Nagyon-nagyon szépen, köszönöm. És a jó Isten értesen nagyon sokáig. Köszönöm. Tüli napod és névnapod alkalmából is. Nagyon drága vagy, köszönöm szépen. Jaj, nagyon köszönjük. Kata, hívunk majd a címedért, jó? És akkor elmondjuk, hogy milyennek okay. A menete, mert nyilván nem azonnal küldjük ki a jegyet, de addig az meg lesz.
Jó, nagyon jó. Okay. Szuper, köszönöm. Puszi, szia. Köszi, puszi, szia. Na, többen kérdezik, hogy lehet-e erre venni, vásárolni jegyeket. Jön az ideje, és akkor bejelentjük, hogy igen, tehát lehet majd, de majd akkor elmondjuk, hogy mikor, tól és hogyan. Így van, korlátozott száma, de lesznek jegyek. Korlátozott száma, mert mennyi a kongresszusi központ? Hát, 1500 fős kb. Kb, igen. 1500 fős, azt ott előváltott, lesz egy rakás vendégünk. Bizony, azért mondom. Lesz egy rakás nyertesünk, és a többit azt... Azt értékesítjük, hogy a költségeket csökkentsük egy picit. Vagy nem, brutál drága. Legalábbis egy részét. És nem a fellépők miatt, de amúgy is, tehát ugye a kongresszusi központ, az egész technika, meg mit tudom én. Ez neked is a fellépti díjad azért, szóval na. Azért, hogy egyáltalán elmenjek. Ott az a létszám egyébként, amiben még a születésnapi buli egy ilyen közös születésnapi buli lesz, tehát amiben mindenki érezni fogja a személyességet, meg az egész egyediséget. Így van, és pont ezért, mert azért ez akár, hogy is 1500 fő, meg ennyi felépő, de ez egy intim este lesz. És ez szerintem nagyon jó lesz. Jó, többet nem mondunk, jövünk vissza a Vokcival, és ez milyen érdekes ez a kérdésfelvetés, hogy a nők valójában a jó fiúkat, vagy a rossz fiúkat keresik és szeretik. Szerintem ez egyébként helyzetfüggő. Hát ez egy iszonyat nehéz dilemma, mert a rossz fiúkat keresik, de valahogy mindig jó fiút akarnak belőle csinálni, nem? Nem ez az érzés? Hát általában ez a tapasztalat, igen. Tényleg ez a tapasztalat, hogy a rossz fiú az imponáló, mert olyan, olyan vad, meg más, meg jó mellette nőnek lenni, de amikor megszereztem, akkor be akarjuk... Hát a hétköznapokban praktikusabb egy jó fiú. Egyébként szerintem így vannak vele. Belőled mikor csináltak jó fiút, Laci? Én sose voltam rossz. Na, erről beszélünk majd a Vokcival, jövünk a hírek után. Ez a szép. Istenem. Erdős László, érzed az ünneplés az, ugye? Igen, nekem ez jár. Hát mindegy. Kicsi ország. Kicsi ország, proli barátok. Proli barátok, olcsó hangszerek. Így. 10 óra, 4 perc múlva pár záró SMS. Hú, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Noszvalról egy orvostól kaptam egy kis ládikót, és benne olyan tummerer borok, amelyek nyertek Franciaországban, de egyébként nem kaphatók forgalomban. Ja, azt hittem már finom gyógyszerek, nyugtatók ilyenek. Na. Nem, ő jól ismer engem. Igen. Szóval... Ezek megmaradtak, kipakoltam a szekrényt. Na, gyerekek, elmondjuk még egyszer, hogy lesz a Bocskor 6X. Méghozzá május 22-én, akkor ünnepeljük meg egy picit nyilvánosabban ezt a kerek évfordulót, és hát rengeteg vendéget hívtunk, olyanokat, akik nagyon közel állnak hozzám, pályatársak is, meg zenészek is, és most gyorsan csak a zenészeket mondjuk el, mert mindenki igen mondott, és nagyon-nagyon helyes, azt mondták, ott a helyük, jönnek például a Republik. Aztán Ruzsa Magdi. A Skorpió. A Tankcsapda. Charlie. Curtis. Gangsta Zoli. A Magna Cum Laude. És Andane Barbis. Zoli Big Daddy Lacával, csak úgy mondom. Na. Így van. Jó, egy pár búcsú SMS, boldog névnapot és születésnapot, és még boldogabb hétköznapokat. A rock, a vörösbor, Vinettú, legyen veled. Köszönök minden, Csilla Velencéről. A borzas Prézi ma is zseniális volt, Jóci a bordíler. Akkor kedves Főni, ezen a jeles nap azt kívánom, hogy ezzel a profizmussal még jó sokáig menetelj a rádiózás útján mindannyiunk örömére. Este öblögesd le a torkodat egy üveg jófajta Chardonnay-val, én is ezt fogom tenni a te egészségedre, Vokci piros nyújókáját pedig felejtsd el Botont Bajáról. Hello, a jó Kabát Peti, Vosala Rozi, no, Andris, dehogy nem, de meghívottak között nyilván ott lesznek, tehát Kabát Petit, Vosala Rozit is nyilván várjuk majd. Aztán köszönöm, hogy én lehettem az első 6X jegyek nyertese, happy B-day még egyszer, Ati, akivel beszéltük. Jó, egy páros belépőt nyert, de egyébként ma egész nap nyerhettek még a Retro Rádióban van, páros belépőket. És hát holnap is. Hungary Machine hangcsapdában végig egészen május 22-ig. Drága bocsikám, az Isten éltessen még legalább 50 évig, csináld még nekünk a műsort, mert mikor megszüntetek egy időre, az is borzasztó volt. A rádiózás császára, vagy nincs mese, ölelek Frenki papa. Aranyosak vagytok. Zseniális nap volt, és Isten éltessen Főni Joe a zsaru. Szeretném megköszönni tényleg még egyszer mindenkinek. Nekem az ünneplés majd ma délután kezdődik, egy picit intenzívebben. Jó, de... akkor az indián fejdíszt azért vidd magaddal. Köszönöm az indián fejdíszt, a melisse, sósavat, vagy mi ez? Fürdősót. Csomogjál benne jó ízűeket. Mi kevertük a finom melisse sósavat neked. Ne egyszerre rak be a 4 kilót, mert nem fogsz tudni mozogni a vízben. Csabinak az 5 literes Sauvignon Blanc, nagyon köszönöm. Aztán köszönöm Árpéknek és a vezetőségnek az ő külön ajándékukat. Köszönöm a Bocskor rajongói csapatnak azt a csodálatos Lego
művet tulajdonképpen. Egy... Igen, Lego bocskorlogot, amit ezen túl látszik a visz után, eddig folyamatosan amerre jársz. Így van. Nem tudom, mit hagytam ki, biztos egy csomó mindent. Fiúk, a köszöntést, lányok, a csákó, ugye a Gyuri Bolondot csinált belőletek. Millió csók. Millió csók, igen. Hát bejött Christ, drága Christ is bejött, kis Diázzal a karján. Nagyon-nagyon aranyosak vagytok, és holnap nem leszünk, jó? Holnap legyen egy lyuk, csak azért, mert nem lennék használható. Mert a ma valószínűleg át fog nyúlni a holnapba, igen. Igen. Így van. Maradjatok akkor is velünk, gyönyörű szép best of-ot csinálunk nektek, és most ki jön? Szerintem vágó piros, én tudom, hogy meggyógyult. Meggyógyult? Nem? Én láttam Izát. Akkor valószínűleg Iza. Akkor Nyerges Iza jön. Jó, és akkor mi jelentkezünk újra a szerda reggel 6:08. Viszlát!